Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Jani. Szia, jó reggel. Hello mindenkinek. Feri még mindig nincs, de jön nincsen, már nincsen. Holnap igen, már holnap, lesz. Igen, holnap. Most már visszafelé jönnek, most Pestóban vannak. Pestóban vannak, nem Dom Perignonban? Azt hiszem, hogy Dom Perignon már elhagyták. Igen? Így van. Most Pesto, aha, na így jó van. Szóval Feri olasz körúton van, úgyhogy jön majd így valamikor. Alfalakatészekkel megrakodva. Így van, bontóva, 1000 bontot felkeresve. Érkezik, ami drága Ferint, úgyhogy megérdemelten pihent egy kicsit, holnap pedig már lesz. Hát figyelj, veled nem sok minden történt, úgyhogy 20-ig tiéd a terep. Én napok óta bezárva vagyok egy stúdióba. Napi 5 adásokat veszünk, ma is, tegnap is, vasárnap is, hát holnap figyelj, is. Ha úgyhogy... egy bolt beindul, érted? Ha megy a műsor, akkor érted, addig kell venni, amíg megy. A biznisz beindul, akkor menni kell. Úgyhogy én tegnap este 3-4-9-kor estem ki a stúdióból, úgyhogy... De van ilyen, hogy egyébként így olyan, talán felvesztek 5-öt, és akkor még a Madonna rendező vagy főszerkesztőnél, fia baj, ma olyan jól, mert nem veszünk fel még egyet. Azon, hogy nincs vendég. Még éjfélig. Igen, éjfélig nem tudunk fel. Hallod? Még kettőt. Beülünk mi. Igen, eljátszuk mi, hogy vagyunk valaki. Figyelj, adok neked egy 10-es, jó, ma is egy 10 játékpénz, jó, hát ha ma majd hazaviszed, mert hogy tegnap egyébként én vittem utánad, még szerencsé, hogy én vettem észre, lent a padlószőnyegen. De mivel ugye én vagyok a szerencsés megtaláló, meg a becsületes megtaláló két rugó, jó? Jó, hát majd... ezért megérdemlem. Tényleg, ugye eszembe is jutott tegnap, hogy hova fenébe tettem, mint ha adtál volna egy 10-est. Igen. 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 De nem volt meg. Hát nem. Nem. Hol találtad meg? Alattam? Itt volt lent a földön. Úgyhogy jóval örülök neki, hogy... De rendes vagy. Ennyire, hogy hívják, ennyire... Nem, hát ebből ne vonjunk le messze menő következtetéseket. Hát egyszerűen csak kiesett a zsebemből. Persze, szerintem. Meg az enyémre vigyáztál az én ötösömre, csak a Feriére nem. Igen, ennyi. Majd magamra nézve én nem sértődök meg, vagy nem érzem azt, hogy ez így... Igen, hogy tegnap örültem, de aztán úgy, hogy egy ilyen szürke ködereszkedett rám is. Aha. Valószínűleg hátraraktam a zsebembe, de mire hátraértem, már elfelejtettem, hogy mi van, és elengedtem. Igen, jaj. Biztos, hogy használt fél. Nem, én megmondom, mi van. Az van, hogy tegnap egy olyan gatya volt rajtam, ami már kicsit ilyen ütött kapott, és lyukas mind a négy zsebe. A mozi zseb. Mozi zsebben van belül, de kívül is már ki van szakad, és valószínűleg egyszerűen kiesett, leesett az asztal alá. Vittem utána, de szóltak, hogy elviharzottál. Mentem forgatni. Igen, hogy 5-5 vesztek. 11 órakor én már, mikor itt matattál az asztalt, én már benn álltam. Jó, mondták, hogy már fél után voltam, már tapsoltak. Igen. Nagyon. És fogadjuk rendszeretet, a műsorvezető Sebestyén Balázs. De gyerekek, meg a Szerémi úton vagyok, nem baj, addig tapsolunk. Úgyhogy ez volt. Hát nem tudom, milyen idő van kint, nem tudom, mi gyönyörű van a városban, idő van. Nem tudom, idő mi van van. Az interneten, na, semmit se tudok. Figyeljetek, ebben a dologban nincsen hiba, a gyönyörű idő van kint, és szerintem egyébként egész héten az lesz, ez a szél, az a rettenetes szél, ami az elmúlt két napban volt, és az elég komoly károkat okozott egyes helyeken az országban, azért annyiban jó volt, hogy kitakarított a smogot Budapestről, remélem az ország többi pontján is ez a helyzet, úgyhogy egyébként tegnap is gyönyörű idő volt, ihaj-csuhaj, dinom-dánom, hogyha majd egyszer vége lesz a forgatási időszak, akkor majd te is tapasztalni fogod. Iminimi-szeminimi? Juvá-csuvá-minimi. Megvettem a Maiden koncertre a jegyeket, képzeld el, és... Na, de megkért rá valaki, mert magadnak mit? Ilyet nem csinálsz. kinek szállít az jegyeket már, Díler Kecis? Ilyen júniusban lesz, úgy június elején, június 3-án lesz egészen pontosan a koncert, és hát ugye a 80-as éveknek a hangulatát fogják visszahozni Dickinsonék, mert ugye a Seven Son of a Seven Son albumhoz kapcsolód a Made in England turnét hozzák el ide Magyarországra. Na, és mész tényleg? Hát, hogy a fenébe nem mennék. Hát erre azért el kell menni, persze. Na, ez az abszolút kiadhatatlan kategória nálam, meg szerintem egyébként minden olyan rockernél, aki így a 80-as években szocializálódott, tehát a 40-esek azok biztos, hogy ott lesznek. Alig kaptam rá jegyet, komolyan mondom. Nem mondom, pici, ellezserkedem a dolgot, persze ráérünk, meg majd úgy is lesz, még majd veszek májusban. Aztán a Csabi mondta, hogy megvette, ő egyébként a fiával megy, az egyik fiával, Rómeóval fog elmenni. Tehát, hogy azért nem, erről is szeretnék beszélni egy pár mondatot, mert nagyon szimpatikus egyébként a dolog. De mondom, alig kaptam rá jegyet. Tehát, hogyha valaki esetleg el akar menni, azt hát, tapasztalja. 10 ember nem olyan sok, hát ez pikpak, most gondold el, most minden városból eljönnek 100-an, 200-an, hát az meg is van, nem kell többen eljönni, minden nagyvárosból fél 100 ember egy Maiden koncertre, és körülbelül egyébként meg is vagyunk, plusz Budapesten elmegy mondjuk 1000.
Tehát az nem sok, nem olyan nagy. Aréna? Aréna. Aréna. Hát az 8-10 ezer ember. Az pikpak elmegy. De akkor megvan? Persze, megvan. Ülő? Álló? Ülő. Szigorúan ülő. Szigorúan. Hát szigorúan azért ilyen papással már mi. Domboldában egyrészt nem látok semmit. Mert ugye, hát valaki a nyakadba vesz. Ugrálnak, igen, Móni. Ugrálak előttem ezren, úgyhogy nem lelátó, és ráadásul a Csabiék mellé sikerült jegyet vennünk olyan formában, hogy ők is, nekik is fontos az, hogy mondjuk közel legyenek a kijárathoz, ugye a gyerek miatt, hogy egy kicsit belefásul a 80-as évek brit heavy metaljába, akkor tudjon menni. Igen, mi meg ugye, mit tudom, egyéb folyóügyek miatt is szeretünk oda ülni, de nagyon jó lesz, hát óriás hang, óriás fény és óriás látvány. Tehát, hogy gyakorlatilag ténylegesen, hát ugye a Maiden mindig híres volt arról, hogy hihetetlen színpadképekkel dolgozott, és hát mondom, a Made in England az még az az időszak volt, amikor még költöttek is rá rendesen, hogy nagyon jó lesz. És erről jutott eszembe, hogy hát ugye most nem akarok hülyeséget mondani, meg majd úgyis kijavít, hogyha jön be majd 10 környéken a Csabi, de nekem nagyon bejön ez, hogy a gyerek még alig iskoláskorú, és már viszi magával koncertekre, és elkezdtem gondolkodni így pont ennek kapcsán azon, hogy mi volt az első ilyen koncertélményem. És rájöttem, hogy hát, hogyha leszámítom a május elsőjéket, mert hogy akkor... Hát igen, ott inkább integetett az ember. Igen. Nálunk ott a Városház utca környéken, akkor volt egy ilyen kis... Ilyen szabadtéri színpad kis kocsmával, stb. És ott rengeteg koncert volt annak idején, és május esőn, de ugye ez nem volt tudatos. Tehát kimented az ember, és akkor hallgattad, volt akkor is azért mindenféle jó kis rock koncert arrafelé. Itt egy sört. Itt igen. Kőbányai bevertél. Megfogtasztam a lányokat, verekedtem a rendőrök, aztán hozzá megy. Ezt megveretted magad, és elint utána hazafelé. Kb. Egy volt. De ahogy elkezdtem rajta gondolkodni, mi volt az első olyan koncert, amire tudatosan mentem ki, és rájöttem, hogy basszus, egy első emelet. Igen. Hallod, egy első emelet koncert volt, egy parkolós koncert a Népstadionnál. Tehát a Népstadion busz megállója mellett, vagy mit tudom én, a metro megálló mellett, jobbkész felől van egy parkoló, egyébként ott még Néden is volt, de én egy első emeletem. De mi rosszul tájoltál? Vagy nem, a csajok. Hát ugye mindig az ember azokkal ment koncertre, akikhez csapodni szeretett valamelyik, akiktől akart valamit. És hát ugye a csajok első emelet koncertre szeretek volna menni, az általános iskolás osztálytársaink, és akkor elmentünk. És akkor ez volt. Hát az igen, ez pedig nem hangzik túl jó. Bár sokan szerették, nekem nem volt a világom, de a csajok miatt igen. És milyen volt? Jó volt? A csajok azok jók. De az első emelet? Kis Berkes? De, ha kis Berkes milyen nagyon bejött. Van, mi? Írgalmatlan jó teste volt már akkor is. Ez egy 82-83 környékén lehetett, tehát valami nagyon korai élmény. Neked mi volt az első ilyen koncertélményed, ami így megvan? Egészen konkrétan. Voltam Tankcsapdán a Felvonulástéren, még 93-ban. Úristen, az is. Adidas tornacipő, farmer sort, tehát az a kockásin. Is rajtad. Tessék? Micsoda? Ez volt Lukácson és rajta. De nem, én ebbe jártam. Nekem volt gánszos póló. Volt rendes gánszos póló, amikor Axel Jézusnak van, és tövis korona van a fején. Igen, igen. És a User Illusion az is volt nekem, meg egy Sweet Child of pólónk volt. Én figyelj, én jártam, én voltam Moby Dicken, nem értettem, hogy kerültem oda. Én volt egy osztálytársam, a Gibi, aki nagyon sok ilyen zenét hallgatott, én úgy kerültem el az Akella. Balázs, hozd a marmonkornáimat! Nekem két kezem van. Az Akella gitáros, az gitároz, hogy Akella koncerten voltunk. A Pavel Kagyuszihoz? Aha, jártam hozzá, az Oktogonnál lakott, igen. És ugye az osztálytársamat Farkas Gusztávnak hívták, és azért ő ingyen ment be mindig a legendás Farkas farsang, igen. 300 forint volt egy belépő. Tudom. 300 forint. Tudod, mekkora dolog volt? Hogy ingyen bemehet? A marketing részét rettenetesen jól csinálták amúgy. Vagy jelmezbe mehettél be ingyen, Farkasnak öltözve, vagy Farkas keresztnevű voltál, vagy vezetéknevű. Nagyon jól csinálták. Jó ötletek voltak. Nem tudom, hogy mondjuk a legendás cirkuszos koncertjüket, amikor ezeket a vadhálókat sikerült bedönteni, akkor vagy azóta még mindig fizetik a részleteket a fővárosi. Valószínű. De én ott voltam 92-ben a Gánz koncerten és a Szakadó esőben. A Népstadionban igen, volt. Igen, azon ott azt hiszem az Inexis volt az előzenekar, és brutális eső volt, azt tudom. Az milyen érdekes, hogy nagyon részegek voltam. Hogy én is ott voltam, meg te is ott voltál. De hogy akkor még az igazából lehet, hogy semmiféle közünk nem volt egymáshoz. De lehet, hogy egymásra néztünk? Vagy elmentünk egymás mellett? Hozzáértünk egymáshoz? Vagy hogy arrébb löktelek, szóval és azt mondtam, hogy menj már innen. Valaki megfogta a vagy oda szóltam valamit? Hagyjál már végén, menj már innen. Ez milyen érdekes egyébként, nem? Hogy ott nagyon sokan ott voltak, az egy ilyen nagy generációs élmény, a 92-es Guns koncert.
azon is voltam. Volt, sokat, mi sokat jártuk az általánosban, meg a gimnáziumban, nekem pont egy ilyen elég erős lázadó korszakom volt már így zeneileg, úgyhogy sok ilyenem voltam. Hát és aztán ugye indultak a Szigetek, ott már azért elég sok mindenre kijutottam, úgyhogy volt de ilyen. De Kikit nem láttad élőben. Tessék, Kikit nem. Kikit hát nem, Patko Bélet nem. Hát ez sajnálható. Béci sajnos nem. Na ilyeneken például nem voltam. De voltam még Neotonon, ki az a Dollin is. Ki az a Dolly? Ki az a nagyhajú? Az a nagyhajú bőrszegeces? Sajnos Dolly Buster-en nem voltam, de egyébként. Egy élő Dolly Buster. Hát azért hát értem. Az annál bizony. Jobb. Egy igazi live show, még a klasszikus érából. A Gárdi Popstrandok, ugye, hát ezt hát írják ez sokan, igen, Edda, szintén, az is nagyon nagy élmény volt. Azt megmondom neked, az 95-96-ban balaktam, nem, 92-ben balaktam általánosban, az 92 Agárdi Popstrand Edda koncert. Oh. Azért azok is nagy dolgok voltak, Agárdi Popstrand. Az még várja, én az... akkor balaktam általánosban. Aha. Azt nem tudom, hogy kik voltak akkor az Eddában. Nem, azok adokat, ami az a Kunos Petis Edda lehetett. Kunos, így van, a Kunos 9, megmondom neked, a Kunosnak én ismertem a barátnőjét már a gimnáziumból, 92 mentem, a Kunos 92-93 környékén halt meg, erre is emlékszem, mert én a barátnőjével egy gimibe jártam. Jó volt a Kunos csaja. Igen. Nagyon szép reményű gitáros volt, nagyon tehetséges volt, ráadásul egy jóvágású fiú volt. Igen, ő motorozott, és valahonnan visszafordult, és úgy történt a baj. Ezekre mind emlékszem, mert mondom, nagyon sok mindenkit ismertem abból a körből, úgyhogy ez jók voltak. De jó volt az. Igen. Na mindegy. Ezen gondolkoztam, meg a másik gondolkodtam, hogy vajon hányan tartanak a bunkónak az alapján, hogy nem köszönök nekik vissza reggelenként. A reggel is rám köszönt egy srác, nagyon aranyos volt, egyébként visszaforult, ezt integetett, és visszaintegette meg, köszöntöm neki, de hogy én reggel maximálisan a zenére koncentrálok, amit hallgatok, és hogy ez vajon hány embernek tűnik fel, hogy kábelek lógnak ki a fülemből. Valószínűleg sokan veszik ezt magukra, hogy nem köszönsz vissza. Már gépről megy. Igen. Már be van infúziózva. Nem tudom, ezt egyébként kicsit sose értem, ezt a fajta ilyen, tehát hogy értem, de mégse értem, tudod. Ez az ismerősként kezel, minden nap hall, lát, ugye neki te olyan vagy, mintha a szomszédja lennél. Az öccse, az ismerős, a barátja, igen, tehát hogy ugye családtag, ezt nekem is nagyon sokan mondják, hogy de fura, rád köszöntem. Mondják, miután rám köszöntek. De hogy közben ugye én meg nem biztos, hogy visszaköszönök mindig, mert nem tudom, hogy ki ő. Persze nyilván rám köszönnek, én oda köszönök. De én mindig. De sosem tudom, hogy kinek köszöntem. Egy csomóan köszönnek, aztán mondják, hogy miért köszöntem, mert nem is tudod, hogy ki vagyok, tudod. De hogy így ismerősnek kezel. Rád köszönök, aztán megkérdezik, hogy miért köszöntél vissza. Igen. Szia Balázs. Hello, szia. Na, most miért köszönöm? Most miért köszönöm, hogy miért köszönöm? Szóval ki vagyok. Nem. Tehát nyilván van ebben egy ilyen. Hát figyelj, csukd be a szemed. Azt is szoktam. Vagy járjál egy fejleg bosszal. És akkor nem... Biztos. Azért szállalmas lenne. Fölvesz egy napszöveget, egy fehér botot, figyelj, úgy már senki nem gondolja, hogy te vagy. És keresek valahol egy, vagy kérek kölcsön egy megkülönböztetett jelzésű retrievert. Na, hát úgy már nem kell félni, hogy felismernek. Hol a fenébe van ez a gép? Miért nem találják már meg? Ez most már engem is idegesít. Megmondom, miért. Hihetetlen. Szerintem soha nem fog eltűnni. Mert? Több dolgot nem értek egyébként. Hogy van az? Még mindig nem értem. Miért tudod te a repülőről kikapcsolni azt, hogy téged ne lehessen látni? Ez miért egy opció? Igen. Ha én ezt kikapcsolom, akkor már csak rosszban tudok sántikálni. Tehát miért opció, hogy megnyomok egy gombot, és én eltűnök a radarról? Ezt valaki magyarázza meg nekem. Hogy ez miért nem egy rejtett funkció? Hogy nem is olyan rejtett, hogy miért tudok hozzáférni ehhez a gépen? Egy utasszállítmány, egy katonai gépen ehhez hozzá kell férni, akinek radarok elől kell bujkálni, az oké, de egy pilóta, hogy tud engem elrabolni? Érted? Ha a pilóta volt, hát most már mondjuk egyre inkább sanszos a dolog, mert hogy... Sanszos, hogy úgy néz ki, de raboljon már el, vagy ha legalább elrabol az idióta, akkor legalább ne tudja már kilőni azt az adatot, legalább lásson már a földi utas légirányítás, hogy hol vagyok. Igen. Hova vittek. És egy tálib támaszponton állok, vagy az Indiai óceán fenekén vagyok, érted? Tehát, hogy így miért adták ezt a kezükbe? Ezt sose fogom megérteni. Hogy nem találják. Tehát, hogy most már annyira fura, hogy a félvilág ezt a gépet keresi. De az nekem reálisabb, mert ha valahol az Indiai óceánba bevágódik, hát nem tudnak akkor a területet átfésülni. Tehát tényleg a 73% eleve víz a földnek, abból x százalékán lehet, 10.000 méter mélyen nem van, Indiai óceán, 8-10.000 méter mélységek, azok lehet, hogy soha nem kerülnek elő. Tehát, hogy
de megnyom két gombot, meg csinál egy offot, és leszed engem a radarról. Hát azért ez nem megnyugtató, nem? Hát, szerintem semmiképpen. Tehát, ha nem értem, hogy miért opció. Úgy kellene ennek a dolognak lennie, hogy szerintem, ha persze a pilóta tud is róla, hogy van egy ilyen vészjelző berendezés, vagy egy olyan berendezés, ami folyamatosan jelzéseket ad, mondjuk a nemzetközi ilyen légügyi hatóságoknak, vagy a saját légitársaságának adott esetben, oké, tud róla a pilóta, de hogy még ő se kapcsolhassa ki, szerintem ez egy tök fontos dolog lenne. Tehát, hogy olyan helyen legyen ez elhelyezve egy repülőgépen, ahol nem férhet hozzá senki. Semmi, egy aksiról megy, mit tudom én, a bal szájnak a végén kész. Nem tudsz mit csinálni, nem tudod lelőni. És mondtuk, ezzel legalább láthat, legalább az utasnak megvan az esélye, hogy látható lesz, nem? Igen. Fölszáll a pilóta, megnyomja, kontroll, kettes, izé, vagy rákönyököl, vagy mit tudom én, bármi, érted? Hát, vagy tényleg van egy off gomb, az lenne a legbanálisabb. Nem, álltak úgy van, hogy meghatározott sorrendben kell megnyomni több gombot, és különbözőket, tehát nem annyira egyszerű, de nyilván a benfentesek ezt tudják. Most, ha a fejedhez tartanak egy pisztolyt, nyilván lekapcsolod, ha azt mondják. Vagy ha te vagy a gépeltérítő. Ezt nekem, ha valaki megmagyarázza, hogy milyen, mert ugye nem repülsz olyan helyeken, ahol ha te utaszállítóként el kell, hogy tűnjél a radarról. 10 000 méteren minden légtéren átrepülsz, de senki nem lő rád. Tehát, hogy mi is mentünk most egy csomó helyen, néztem, milyen országok fölött megyünk. És nem lehet elnyomni jelzős lövedék csíkokat? Elsolni a gép szárja mellett. Megpróbáltak valahol India fölött egy kicsit leszedni minket. De ezt egyszerűen nem értem. Szerintem egyébként ez tipikusan olyan eset, ami lehet, hogy soha nem fog megoldódni. Talán, hogyha tényleg 10 000 méter mélyen van elsüllyedve valahol az a rossz, biztos, hogy eddig nem jutott ki belőle semmilyen tárgy, ne adj Isten egy holtes, stb., akkor már nem is fog. Hát nem, hát nyilván 200 embernek nincs bekapcsolt telefonja, ugye, tehát semmi nincs, nyilván nem lesznek meg, vagy ilyen formában élőben én ebben nem hiszek, csak valaki azt írja, hogy a transzporter nem működhet a földön, mert egy lehetetlené teszi a légirányító munkáját. Uh-huh. Azért kell kikapcsolni. Na igen, de a felszállás után viszont valószínűleg automatikusan bekapcsolják, nem? Igen, most felszállna a gép, kapna egy jelet, és mit tudom én, a légirányító bekapcsolja neki, és kész. És látja, hogy landolt, abban a pillanatban tudom, kikapcsolja. És nem a pilóta irányítja. Most gondolod, ez a félkegyelmű elment két gyűlésre, megvilágosodott ott, azt elvitt magával 250 utast. Tehát holnap lehet, hogy te ülsz a gépen. Uh-huh. Malázia, Peking, az már nincs olyan távolságban, tehát ez tényleg nem valami, nem tudom, harmadik országbeli fura járat, nem? Nem, nagyon furcsa. A másik, amit lehet, hogy beszéltek már róla, meg lehet, hogy ezt már kivesézték, csak én vagyok ilyen alulinformált, de hogy mi van ezekkel a cella információkkal, amiket elvégekben ugye a szolgáltatók, a mobil szolgáltatók látnak, tudnak. Tehát egy bizonyos pontig ők is be tudják határolni. Hát a gépen, amíg felszállsz, a 10 000 méterre nincs térerő. Jó, de te is tudod, hogy hányan vannak olyanok. Jó, persze, de hogy akik nem kapcsolják ki a telefont. Hát azt nyilván keresik. Azt nyilván be tudják lenni. Nem volt végig 10 000 méteren, tehát hogy ott azért, hogyha volt zuhanás, meg volt leszállás, mondjuk örüljünk inkább annak, hogyha bízunk abban, hogy itt leszállás volt, akkor megint kellett, azt szerintem zajlik, megnézik az utaslistát, elkérik a telefonszámukat, elküldik a rokonoktól, elküldik a szolgáltatónak, tehát azt szerintem ezekben a pillanatokban zajlik. Hát ha maradt egy bekapcsolt telefon, amit be lehet lőni. Bizony, és sokan csinálják ezt, persze kapcsolják ki mindannyian, aztán biztos kikapcsolják rengetegen visszakapcsolják a telefonjukat. Én is beszoktam kapcsolni. Főleg egyébként, amikor leszállás közben vagy adott esetben, hát ugye lehet tudni azt, hogy mondjuk annak idején a szeptember 11-én is ugye rengetegen küldtek még búcsúüzeneteket, stb. Igen. Tehát, hogyha neked... Kellő alacsonyan repülsz, akkor tudsz. Tehát olyan 1000-2000 méteren megjön a térerőd, 3000 méter, 10 000 méteren nem tudsz nagyon találni semmit. Vagy ha nem jön meg úgy a térerő, hogy nem tudod használni a telefont, tehát nem tudsz küldeni SMS-t, vagy nem tudsz rajta beszélni, a telefontársaság számára úgy is megy valami jel. Tehát valószínűleg a telefontársaság előbb kap jelet a telefontól, mint hogy te tudnád azt a telefont használni. Ez meleg, hogy így el tud tűnni egy gép, nem? Nagyon kemény. Ez nem egy kétülléses kis izé volt. Ez is most 2014-et írunk, tehát ugye ez nem ahogy hívják, nem a Blériot fivérek kora, tehát hogy itt ez nagyon fura, hogy így ez megtörténhet. De hát ugye pont most egy térképet mutatnak, hogy az Indiai Óceán, meg Kazasztán, ugye, tehát hogyha 7 órát repült még, és gondold el, tehát Bécs, Bangkok, az 9 óra. És az 8000 kilométer, tehát ha 7 órát repült, akkor azért nagyon-nagyon sok helyen lehet. Hát 7 óra alatt megy egy gép, ezzel az 7000 kilométeres
kis körben bárhol körül kell nézni, azért az nem kevés. Tehát, hogy az ugye elvileg még 7 órát repült. Hát, igen, ez igen, nagyon... de hát valószínűleg meg se lesz soha. Hát, de ugyanakkor meg azért tényleg, tehát hogy te is mondtad, hogy hihetetlen nagy felületű vízről van szó, amikor a Rakoncai Gáborral beszélgettünk, ő is mondta, hogy amikor ők például annak idején ugye átevezték az óceánt, akkor simán volt olyan, vagy lehetett olyan, hogy hát, mondjuk úgy, hogy na jó, hogy, hogy elment mellettük egy tankhajó pár száz méterre tőlük, hogy észre se vették őket. Tehát, hogy simán előfordul az, hogy elmennek, hogy ennek persze egy kis hajóra jobban, meg ilyesmi, de olyan nagy a felület, hogy gyakorlatilag bármikor akár el is úszhatnak. Persze. A rocsok mellett, úgyhogy észre nem vesznek belőle semmit. Igen. Na mindegy. Na mindegy, érdekes dolog ez. Jól van, 7:30 múlt pontosan 2 percet lehet jelentkezni játékra, ha valaki szeretne. Jó, egészen nyugodtan. Mi volt tegnap? Hát tegnap 7:00. Ja, tudom, mi volt tegnap. Hát tegnap volt a, igen, vissza kell ülni a lóra. Igen. Tényleg. A mély repülésem. Aha. Újra lóra kell ülnöm. Bizony. Vissza kell szerezem a régi fényemet. Visszahozod a renoménkat? Vissza, megpróbálom. Igen, Feri jön majd holnap megpakolva ajándékokkal. Azt gondolom. A falakat részekkel, érted, és akkor... gömcsuklókkal, összekötő gömbfejekkel, gátlókkal és lengéssilapítókkal. Csapájperségekkel. Igen. Na jó van. 7:30 múlt pontosan 2 perccel lehet jelentkezni a játékra, mi pedig jövünk a hírek után. 3:47 múlt pontosan 7 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. És nézzük, hogy mit írnak a hallgatóink. Budaörsi út jól járható, István küldte nekünk. M7-es Fenyvesi lehajtónál rendőrbácsi kamerázik Kanizsa irányában. Ezt pedig pocak, Mátrasz szelé -1 fok lehet, igen? Hát előfordul a Mátrába, persze. De az mondjuk, az még ott lehet, igen. Igen, de ma már nagyon meleg lesz. Körülbelül ennyi, ezek a legfrissebb közlekedési hírek, jó? Úgyhogy megyünk tovább, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. Tetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. De! Halló, jó reggel! Köszöntök minden Klassz FM-es hallgatót, rokont, családtagot, aki hallgat, ismerőseket. Hát a Klassz FM egész kollektíven a EBV-ben, hát köszöntjük a Ricsit, akivel most beszélünk. Ricsi, hát ez valahogy úgy hangzott, hogy egy ilyen köztársasági elnöki köszönő beszéd. Hello, honnan hívsz minket? Ő Szegedről. Szegedről, mit csinálsz ott? Hát most még tanulok. Most lettem 19 éves. Na, Isten éltessen. Hát, megöreg. Eljárt feletted is az idő. Szörnyű hát, teher ez, igen. 19 évesen, te jó Isten. És tudom, mit csináltam 19 évesen. Úgy hallottam, tegnap megvert egy lány, úgyhogy gondoltam, hogy ma már annyira nem lesz nagy dolog, ha kikapt egy fiútól is. Igen, de azt élveztem. Igen, ezt a kevésbé fizet ilyenekért. Igen. Bondage, nagyon bírom. Ajaj, hát igen, nem vagyok túl nagy formában mondhatni. Egyikünk sem, folyamatosan veszítjük el a heteket szinte, tehát, hogy így most már a megnyert 7 ilyen ritkaság száma megy. Mondjuk úgy, hogy sebezhetőek lettünk az elmúlt pár hónapban. Hát igen. Oda a sebezhetetlenség. Hát a múlt hét is előszült ugye a Ferin, rögtön Olaszországig menekült. Igen. Cinquecentóig. Igen, Feri az el is menekült, hát majd jön vissza holnap, nem? Persze. Jön. Jól van, oké, figyelj, akkor mutatjuk, játszunk, jó, Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Én nagyon is itt vagyok, jó nagyon reggel. Figyelek. Hello, Ricsi. Szeretnék kérdezni? Szeretnék. Na, figyelek. Így van. Szeretnék kérdezni. Milyen érzés volt kikapni egy lánytól? Rossz érzés rossz volt. Rossz volt, de hozzászoktam. Általában mostában kikapok. Te sűrű játszol ilyet? Egyébként? Dehogy. De gyakoroltál? Gyakoroltál egy kicsit legalább? Persze, azért kicsit gyakoroltam előtte. Uh-huh. Kivel? Hát így ismerősökkel, meg úgy mindenkivel. Uh-huh. Tehát, úgy. Figyelj, azt írja az Anna nekem, hogy informatikát tanulsz? Így van, informatikát tanulok. És mit jelent, mi leszel majd, vagy ez hova fut ki? Hát igazából én szeretnék a Szegedi Tudomány Egyetemnek a programozás karára menni. Oda felvételizel majd? Hát igen. Bali! Már bocsánat, Ricsi, de hát így alakul. Hogy bedurrantatta a végén? Ó, ijetetlen. Tudtam, hogy igen fog mondani.
Ilyen mi? Mondtam, hogy igen, fogsz igen. mondani. Úgy érezzük, hogy a háttérben valaki nem hit benned eléggé, ki ő. Igen, ő az édesanyám. Kezi csókolom. Mama nem hit benned, ő megmondta, hogy te egy igen fogsz mondani. Igen, hogy igen fogsz mondani. Tudtam. Hát igen, ezek szerint tudtam. Szép volt, Bali. Szép volt, Bali. Picit jeleztem. Mennyi volt hátra? Hát szerintem egy 2-3 másodperc. 5 másodperc, nem több. Úristen. És nagyon ügyes voltál egyébként, tehát 55 másodpercig annyira verhetetlenek tűntél, hogy ez valami hihetetlen. Én még jeleztem is Balázsnak, hogy picit húzzon bele, mert picit találjon ki valamit, legyen valami, jöjjön elő itt a titkos fegyverrel, mert ez nem fog összejönni. Visszaültünk újra a nyerekbe? Vissza. Ott vagyunk? Vissza. Örültünk? Hát. Ott vagyunk, ugye? Visszatértünk. Mondhatni. Hát, mondhatni. Hát. Ezt nagyon sajnálom. Ricsi, ne haragudj. De Ricsi, igazából az volt a célom egyébként, hogy bekerüljek. Persze, nyilván persze, most már megy a visszavonuló. Mi persze, az elején meg arcoskodunk, elvert egy lányba, elver egy fiú, persze. Ricsikém, rettenetesen fáj ez nekünk, de el kell, hogy búcsúzzunk, nincs ajándékcsomag. Jó? Jó, köszönöm szépen a játékot. Jó tanulmást. Szép napot. Szia, Ricsi. Csókolom. Látod, amikor már azt gondolja mindenki, hogy oda az önbizalom, oda a tekintély, oda, már minden oda. És egyébként tényleg minden oda szinte. Egy játék 60 másodpercig tart. Ennyi. Hát ennyi. Az utolsó pillanatig mentem, kérdeztem, küzdöttem. Nem az elsőbe 5-be kell nyerni, hanem lehet az utolsó 5-be is. Na, tessék. Bizonyám. Jó van. Holnap pedig már jön Feri. Ez mi van? Mit jelent akkor? 1-1? Aha. Én úgy számolom. Tehát ha tegnap elvesztettünk egyet, meg ma nyertünk egyet, akkor szerintem 1-1 van. Igen, most valaki, azt írják hallgatom, hogy valaki kimondta az elején az igen, de ki? Nem. A nemet mondta ki? Szerintem nem mondott ki senki. Senki nem mondott semmit. Senki semmilyen tiltott szót. Visszahallgatod, Anna? Jó, csináljunk egy ilyen challenge-et, és akkor megnézzük. Jó, sok SMS jön valaki, valamilyen igent hallott. Szerintem nem volt tiltott szó, én legalábbis nagyon figyeltem magamra. Legalábbis jó, de ha Ricsi mondta ki, nem baj. Akkor kétszer vesztett. Persze, egy. Akkor 2 pontot írunk. Akkor 2. Akkor elhúztunk. 2 perc van pontosan, 7 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza. 7 óra múlt 12 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Hello Jani. Szia Balázs. Szia Zsú. Itt vagyunk, és holnap már jön a Feri is, ki egészülünk, és megérkezik, ugye? Így van, kisimult szarkalávokkal, kigömbölyödött pocakkal, telizsákkal. Zsák-zsák, telizsák. Minden lesz benne. Leginkább ugye nyilván olyan, ami neki kell, és ugye nem tudtál hozni repülővel, de minden esetre megjön már, kipihenve. Úgyhogy itt lesz ő is holnap. M35-ös, 19-es, 20-as kilométer között van egy trafink, óvatosan. M1-es, M0-as, Herceghalomtól ülőig tiszta, hatóságmentes, üdv, Zsoki. És azt nézem, hogy nagyon sokan mondtátok, hogy ki mondta az igent. Az 5 másodpercnél volt egy igen, legalább annyit kérünk, hogy hogyha már meg is gyanúsítotok minket bármivel, akkor legalább legyen ott egy szerintünk kimondta, én úgy hallottam, hogy kimondta, tehát ne legyen minden konkrét tény, amiről ti úgy gondoljátok, hogy az konkrét tény, annát legalább 100-an hívták, és próbálták csalással, megvesztegetéssel, mindenre megvádolni, mert hogy nem vettük észre, hogy a játékos kimondta, és Anna rengeteg hallgatónak próbáltam meg, hogy nyer, ez érts meg, hogy ha egyébként kimondta, meg ha egyébként a végén mondta ki, nincs különbség, így se úgy se nyer, de nem akkor is, hogy mi elcsaltuk, mert ő már az 5. másodpercben kimondta az igent. A második mondatában volt egy igen, meg az első mondatában volt egy igen, óriási felháborodásról. Egyébként nem tudom, mi a különbség, mert ha most tök minden, így is úgy is elveszti. Igen. Nem? Ennyi. Tehát én hallgatok egy rádió műsort, és azt mondom, hogy a végén úgy se nyer, akkor azt mondom, hogy jó, hát én úgy hallottam, az elején kimondta, de így se nyer, tehát tök mindegy. SMS áradat, hogy kimondta, és hogy csalunk. De hát akkor csalnánk, ha én mondtam volna ki, nem? Bizony. Tehát, hogy olyan fura ez az ország néha, mármint, hogy nem mindenki nyilván, de egy-két ember. Hát nem, most ez akkor nem akkor lenne csalás, ha ez a én tipikus, mondtam volna ki? Nem, ez a tipikus reggeli kávé előtti állapot, én ezt ismerem. Igen, ez akkor a csaló. Kicsit feszült, kicsit ingerült az ember, de ahogy megittad, onnantól kezdve minden. A Bali nem nyerhet, tudod? Bármi, csak a Bali ne nyerjen. Na megmutatjuk például, arra a több száz SMS-re reagál, hogy az első 3 másodpercben a fiú kimondta. Jó, most leadjuk az első 10-et, tessék. Fejő! Na itt vagyok. Én nagyon, jó nagyon. Hello, Ricsi! Szeretnék kérdezni? Szeretnék. Igen. Na, figyelj! Így van. Szeretnék kérdezni. Milyen érzés volt kikapni egy lánytól? Rossz. Na, rossz mennyire érzés volt. Ott volt rossz egy, volt, de szeretnék kérdezni, de nem... Tehát, így van, ezt mondtam. Tehát, volt ilyen, igen. Szeretnék kérdezni, igen, szeretnék, így van, igen. De hogy nem volt egy ilyen, szeretnék kérdezni, igen. Tehát nem.
ha az ember eszébe jut közben, és egy ilyen, van egy ilyen elharapott, szeretni kérdezni, így van, akkor az nem egy tiszta igen. Valamit ott elharapott, de nem volt ott egy teljesen egyértelmű tiszta igen. Nem? Nem? Na se. És akkor ilyenkor berohanna valaki a fürdőszobából a szájába, a fogkefével habzó szájjal a szóátítés valami értelmében is gyűlt, hogy anya, ugye te is hallottad? Nem volt ilyen, nem volt ilyen. Igen, akkor ezért, hé, te mondtad ki. Már hogy én? Nem volt. Volt valami igennek hallható ilyen kis szófoszlány, de egy konkrét, hogy igen, szeretnék kérdezni, ez így ebben forrán nem hangzott. Nem, semmi ilyesmi nem volt. Én azt gondolom, hogy mindenféle tekintetben a Genfi egyezményeknek megfelelő csatában győzted le Ricsit, teljesen tiszta játék volt, nemes és fantasztikus küzdelem. Igen. Chemtrail Csíkó Komárom felett. Persze. Ha. Hoppá. Igen. Figyelj, te naponta olvasol portfóliót, meg mindenféle ilyen fontos oldalakat, amit egyébként néha én is. Hogy most, ha egy mondatban el kellene mondanod ezt a devizadöntést, amit tegnap ugye megszületett. Ja. Ugye? Aha. Ugye, hogy most én, mint devizahiteles, uh-huh. vagy sok hallgató, mint devizahiteles, aki egyébként ott áll, és most várja, hogy ez most akkor most neki mi lesz majd a devizahiteles szerződésével, hogy akkor most mit mondott tegnap az alkotmánybíróság? Hát érdekes, ugye, hogy bizonyos esetekben, tehát bizonyos esetekben bele lehet nyúlni, de a devizahitelek, ezek ilyen bizonyos eseteknek számítanak. Tehát tulajdonképpen úgy történt változás, hogy nem történt változás. Ugye, hogy ez most így nehezen értelmezhető, én gondolkoztam tegnap este, hogy hozzányújjunk-e a témához, de még nincs konkrét állásfoglalás, vagy még nem tudjuk, ugye nagyon sok embernek szeretnénk információval szolgálni, mert nagyon sok ember tudjuk, hogy érint az ügy, és mindenki nyilván kíváncsi, hogy mi lesz az ő devizahitel szerződésével, a Feri is benne van, nagyon sokan görgetik maguk előtt, több van hátra, mint amennyit már visszafizettek, és nem csökkent a törlesztő részlet, hanem nőtt, illetve maga a végösszeg is, de hogy egyelőre nem tudunk olyan nagyon mit mondani, mert nem tiszta még. Egyelőre most még mindenki körbe szimatolja, hogy ez a döntés, ez tulajdonképpen mit is jelent. Változik-e majd egyére szabottan egy-egy igen szerződés? Igenis, meg nem is. Tehát, hogy így az egész még tényleg egy ilyen képlékeny állapotban van. Tényleg én is elolvastam egy határozatot, és hogy most, mondtad, akkor, hogy most, aha. Akkor most mi van? Tehát, hogy akkor most belenyúlhat az állam? Igen, belenyúlhat, de csak bizonyos esetekben. De ilyen bizonyos esetnek számítanak, és speciális esetnek a devizaitól is. Igen? Ja, jó, akkor most mi van? Mindegy, jó. Szóval, hogy akkor ez neked is érintve vagyunk egyébként, mondjuk nem lakásvásárlási, hanem autóvásárlási hitelben. Mi is már jó pár éve fizetjük, és még mindig több van hátra, mint amennyibe egyébként az autó került. De hát szörnyű. Borzasztó. Tehát, hogy tényleg ettől is jó lenne megszabadulni. Természetesen én is azt gondolom, hogy elsősorban a lakás célú devizahitelektől kellene megszabadítani az embereket, mert hogy az borzasztó teher. Az autóvásárlási is, nem azt mondom. Tehát van, aki mennyi kütőn felvett 10-15-20 millió forintokat azért, hogy otthona legyen. Persze. Neki is a családjának, és nekik ez egy hihetetlenül. Na, mindegy, a lényeg, hogy egyelőre még megnézzük, és akkor, de ha érdemben tudunk szakértőt megszólaltatni, akkor természetesen foglalkozunk vele. Na, az egyik internetes lap megtalálta Budapest legbizarabb, legkisebb albérletét, amit egyébként egész sok pénzért adnak ki, mármint ahhoz képest, hogy mekkora. 20 plusz rezsiért adják oda, és hát elég érdekesen néz ki. Belső miniszobaként ajánlanak egy kiadószobát a 8. kerületben. Egy tetőtéri kis lakáskáról van szó, amiben ugye hát szerintem ez egy padlás volt valamikor, és megcsinálhatták. Van egy kis feljáró a 8. kerületnél. Nehéz eldönteni, hogy ez egy miniszoba, vagy egy nagyon félelmetes miniszoba, írja az internetes lap. A lényeg az, hogy 19.500 és 24.500 plusz rezsiért kiadó a Baross utcánál egy felújított belső miniszoba, rugalmas tulajtól hosszú távra. Bővebb info ugye itt és itt. És hát tulajdonképpen azt látod, hogy egy négyzetméteres helyiségek vannak a szobában. Egy négyzetméteres helyiségek. Az összes az egyébként, hát szerintem nincs több egy ilyen 5-6 négyzetméternél, egy ágyat nem tudsz berakni. Egy ágyat nem tudsz berakni, mert nincs ekkora hely. Van egy 1 négyzetméteres WC, egy 1 négyzetméteres konyha. A konyhában van egy pici szekrény, semmi értelme egyébként, nem tudom, hogy a gáz be van a kötve. És mi a drágább, és mi az olcsóbb? Tehát, hogy mi az a 19.500 és 24.500 plusz rezsért? Tehát választhatsz, hogy még leszednek valamit? Hát igen. Még levágják a szobát felét, és az 19.500?
hogy használod a WC-t vagy sem. Ha nem használod, zuhanyzol vagy sem. Egyébként nem is tudom, hogy van-e benne egyáltalán zuhanyzó. Én zuhanyzót nem láttam benne. Nagyon kemény, illetve hát van benne ülőkáda, ami egyben csap is. A rugalmas mosogató. Igen, a rugalmas tulaj gondolom onnan kell, vagy azért kell, hogy ugye az ő lakásán mész keresztül, hogy följuss el a tetőtérbe. Hát vagy tehát igen, ott, hogy mindig ráköszönsz, hogy ugye hello, fölmászol. Na most megdöbbentő, hogy ilyenek vannak. Van egy nagyon kedves haverom, aki annak idején egyébként a Boomerangnak egy oszlopos tagja volt, a Zsolti, a Rocker Zsolti, és ő neki hosszú évekkel ezelőtt, és én amikor először megláttam ezt a hírt, én azt gondoltam, hogy ugyanarról a kis kecóról van szó, neki hosszú évekkel ezelőtt volt egy hasonló kondíciójú kis lakása, illetve hát nevezzük tehát jobb ilyen nevezzük lakásnak, és pont itt ezen a környéken, itt a keleti környékén. De lehet, hogy ez az? És utána néztem, és valószínűleg nem erről van szó, mert ez nekem úgy tűnik, mintha valamilyen padlástér lenne ebből a tetőablakból kifolyólag, amit itt látunk a képen. Az övé egy ilyen mosókonyha volt, egy régi mosókonyha, amit gyakorlatilag kétszintes lakássá alakítottak ki. Egy mosókonyhát. Egy mosókonyhát, ami gyakorlatilag egy szobácska volt. És a szobácskát, mivel meglehetősen magas volt, nagy volt a belmagasság, ezért lefelezték. És emlékszem, annak itt ez már rettenetesen régen volt, valamikor a 90-es években, amikor összeismerkedtünk egymással. Csak átmentem a Sanyihoz, és akkor megmutatta az ő kis kecóját. Bementem, és éppen akkor festés volt, festettek ki, körülbelül valószínűleg az egész festést tartott 23 és fél percig a festék bekeverésével, pasztázással, igen, teddy hengerezéssel együtt, mindennel együtt, bementem, és középre be volt húzva egy rohadt nagy hűtőszekrény. Be volt húzva a hűtőszekrény, és akkor mondta, hogy itt van a lakás, és akkor mondom, ja persze, elindultam a hűtőszekrény egyik oldalán, és körbe mentem a hűtőszekrény körül, és kerestem a bejáratot a lakásba. És akkor mondta egy ötösen, hogy hát ez a lakás. De miért volt a szoba közepén egy hűtőszekrény? Mert hogy ugye festették a falat. Nem, festették a falat, és behúzták közepre, hogy hozzáférjenek a falhoz. Gyakorlatilag körbe mentem, körülbelül ilyen 3,5 másodperc alatt így a helyiségben, és volt bent a sarokban egy ilyen kis feljáró. Volt egy ilyen kis feljáró, és akkor úgy volt megcsinálva a vizes blokk benne, hogy volt benne egy WC és egy zuhanyzó, de hát ez a kettő nem fért el egymás mellett, hanem egymás fölött csak. Tehát az emelet részen volt a WC, ha jól emlékszel, és alatta emelet, volt a zuhanyzó. Csináltak egy ilyen galéria részt, ami fölmentél, és fölmentél a galériára, igen, a WC-re? De úgy képzeld el egyébként, hogy úgy mentél föl, mint egy fúró. Tehát olyan picicsig a lépcső, hogy megfordultál a saját tegépről. Fölmentél, és le is feküdhettél, mert egyébként nem is tudtál felállni, mert fönt volt egy ágy, meg volt egy ilyen kis falra szerelt ilyen kis televízió, meg talán ebben egy picit is. Lakott? Igen. Mármint a Sanyi, igen. Sanyi, tehát a Rocker Zsolti. Igen. De miért? Ja, mondjuk akkor gondolom, akkor persze, jött Pestre, igen, nem? Meg sokat ingázott, meg ilyesmi szüksége volt egy ilyen kis kecóra. Ez mondom, valamikor még a 90-es években volt. És hát én annál kisebb lakást én még nem láttam. Lakást, hát mondom, egy mosókonyha volt, tehát, hogy amúgy az egész szinte semmi volt. Egy belvárosi ilyen gangos bérháznak az alsó szintje. És ott volt kialakítva. Mi az élhető, ami bár egy ember mondjuk tud éldegélni? Tehát 15 négyzetméter azért az úgy kell körülbelül, hát, nem? Hát a 10 négyzetméter az rettenetesen kicsi. Én tudok ilyen bérleményekről, egyébként tényleg lehet ilyeneket bérelni, még mindig. Hát ebben a kis mosókonyhából kialakított, nem tudom minek nevezzem, ingatlanban a Feri nem tudott volna szerintem lefeküdni, aludni. De a Feri... Neki lelógott volna a földszintre a lába. Igen, vagy az ablakon ki kellett volna rakni. Az nagyon kemény. Tehát kell egy 10-15 négyzetméter legalább, nem? Körülbelül, arra, mint élettér azért arra szükség van. Hát így azért tök jó lenne. Milyen ilyen nagy lakás átalakítások? Azt én nagyon szeretem, amikor például úgy próbálnak helyet nyerni, hogy fölemelik az ágyat és galériát csinálnak. Igen. Belőle. Az egy tök jó ötlet. Hát ahol van. Ahol ugye a belmagasság van, azt mondjuk meg lehet de csinálni. Olyanban is voltam, tud jó lenni. Olyanban is voltam többször, amikor ugye nem volt meg ez a megfelelő belmagasság hozzá, és nem lehetett felülni fönt az ágyon. Tehát, hogyha ilyen megszóltat, hogy lefejelted az álmennyezetet rögtön. Úristen, én sokat albérleteztem egyébként. Nem egy hálás szerep ez az albérletezés, nem? Nem. De közben meg nyugaton baromira szeretik. Ez olyan fura, hogy ez nálunk így valahogy egy ilyen kiszolgáltatott állapot, míg például Németországban ugye nagyon mobilis vagy. Bizony. Vagy az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok ugye a költözködésre vannak szinte berendezkedve. Ott az, hogy legyen egy saját ingatlanod, ami a tiéd, az nem is annyira divat. Ott inkább bérlemények vannak. Németországban sincs. Németországban, mint az ingatlanoknak egy 20%-a vagy 15%-a van saját tulajdonban. A többit azt bérlik,
ugye, és ezért tudsz bárhol, ugye, a munkaerő az ezáltal nagyon mobilizálható lesz. Tehát a magyar munkaerő nem tud elmenni Nyugat-Magyarországra. Milyen erők Magyarországra, mert ott van a lakásod, ott van az életed. A német azt mondja, hogy akkor átköltözöm ide, átköltözöm oda, és mindenhol tud dolgozni, mert ugye fogja a családját, fölkerekednek és elindulnak. Tehát nem egy rossz dolog ez az albérlet, csak ugye mondjuk 30 évig fizetsz valamit, és 30 év után is ott vagy, hogy nincs saját tulajdonod. De ők ezt tök máshogy gondolják. És tök, nem fura, rendszer. Tök fura az, hogy mind a kettő valahol egyébként így a szabadságnak a szinonimája, mert hogy a német azt mondja, hogy azért vagyok szabad, mert hogy jövök, megyek, oda megyek, azt csinálok, amit akarok, hogy kapok egy másik tartományba egy melót, akkor átköltözöm oda, stb. De nálunk is így gondolkodnak az emberek, mert azt mondják, hogy ha van egy saját ingatlanom, akkor én szabad vagyok, akkor nem függök senkitől. Igen. Viszont közben dehogy nem. Hát persze, nem tudsz sehova elmenni. Nem tudsz átmenni egyik megyéből a másikba dolgozni. Igen, ír egy hallgató, én voltam Japánban 6 hónapig, ott 15 négyzetméterre laktam csilliókért. Tehát ott vannak ezek a kapszula hotelek. Ah, igen. Ami ugye tulajdonképpen azt csinálják a japánok, hogy befekszel egy ágyba. Nekem és, az nagyon bejön. És mellett tudom ezt, hogy csinálnád. És melletted fekszik mondjuk még 30 ember, de egy kis vékony fallon le vagy választva. És ilyen kapszula hotelekben van egy ágy, semmi. Magadra csukod az ajtót, és bent fekszel az ágyban. Sí, nekem az nagyon bejön. De miért? Szívfájdalom, hogy Magyarországnak nem volt tenger alatt járó fegyver, nem annak idején, amikor Rékatna voltam. De hát aludni akarsz, és mondjuk nem vagy vidéken, vagy valahol, akkor miért nem mész haza? Rékatna, a funkcionalitása az, ami nagyon tetszik, hogy aludni akarsz, itt van, tessék, ebben aludhatsz. Semmi más nem csinálsz benne, aludhatsz. És mennél itt aludni a körúton egy ilyen kapszula hotelben? Fihány, én kipróbálnám. Jó, hát most egyszer kipróbálni, persze. Szerintem ez zseniális. Ezek nagyon jók. Én gondolkozom, hogy laktam olyan albérletben, hogy nagyon meggyűlt a bérlővel, vagy a főbérlővel a baj, de nekem nem volt. Régen Anett mesélti ezt. Felpukkantottad a lánya. De nem, hál' Isten, ez így valahogy mindig jól kijött, meg így nem is volt ilyen nagyon nagy affér, de mondjuk egy rossz főbérlő, vagy egy ilyen erőszakos, mindenbe beleszóló főbérlő azért egy ilyet meg tud keseríteni. Most gondolod, ebben a lakásban például minden nap keresztül mész rajta legalább kétszer. Ja. Reggel, mikor elmész, este, mikor érkezel. Ugye gondolom, ezért rugalmas a főbérlő, hogy ezért nem szól. Mert ez egy tetőtéri hely, lakás. Hát én azért elképzelhetetlenek tartom, hogy itt még lakjon valaki a bérlőn kívül. Tehát képzeld már, hogy itt az alsó szinten lakik a főbérlő, a tulaj, és akkor fönt meg te. Hello, szia, jaj, bocsánat, elnézést, összeért az orrunk. De van egy csomó ilyen, ahol a főbérlő meg az albérlő együtt lakik. Az borzalmas. Az miért? Borzalmas. Az nekem nem volt soha. Vagy külön bejáratú legyen, vagy pedig tényleg különálló ingatlan, az még úgy elmegy. És akkor ott jön a főbérlőd, ott toporog a zuhany előtt, te lezuhanyzol, rád kopog, gyere már ki, vár, megbeszélitek, hogy mikor kéne odaadni a rezsit. A belső szobában laksz, te üveges. Így át kell mennem az ő szobáján, hogy bejussál a belső szobába. Borzalmas. Én nagyon sok olyan főbérlős történetet hallok, amikor ugye fiatal csajokat próbálnak maguk mellé venni. Erről még régen forgattunk, ugye, amikor ment a talk show, hogy nagyon sok olyan 40-50-es pali volt, aki fiatal diáklányoknak adta ki, így és van. Két nap múlva egyszer csak azt vették észre, hogy a főbérlő befeküdt mellé az ágyba. Hát igen. És tudod, hogy fekszel albérlőként, aki szobádat megpróbált bezárni, tudod, hogy van egy ilyen félpervers főbérlő, de hát ha nem bánt. És volt egy lány, aki konkrétan elmesélte, hogy ő például arra ébredt, hogy a főbérlő mászik be mellé a hálózsákba. Borzasztó. Old meg, nem? Hát igen. Kettőkor. Hát persze, mert akik... Bértárgyalás, fölfoghatod így egyébként. Igen. Megpróbálsz egy kicsit húzni a bérből, de hát ugye milyen módon? És volt, akit molesztált, volt, akit, tehát, hogy, volt olyan lány, aki elmondta, hogy kukucskáltak zuhanyzás közben. És azt vette észre, hogy a főbérlő... hogy azért mennyire beteg dolog ez a lakásbérlés is ebben a formában, ha mondjuk egy olyan főbérlőt kapsz. Jössz ki a fürdőszobájtól, kiítod, és koppar a homlokán az ajtó, mert ott érdelt, és kukkolt. Ezt szerinted nem lehet kiszúrni már az első pillanatban? Tehát, hogy amikor elmész, olyan lányok, akik mondjuk Pestre megérkeznek, nem tudják, és van vagy jól szituált főbérlőd, és kiveszel tőle egy szobát, ugye nem mindenki lakást vesz ki, nagyon sokan szobákat vesznek ki, mert nem tehetik meg anyagilag. Hát ezt nekem is sok ismerősöm csinálta régen, hogy egy-egy szoba. És te érted, nem mindig szúrod ki, hogy bolond vagy perverz, nem? Igen. Amikor már befekszik melléd a hálóságba, akkor azért ott már kérdéseket teszel föl. Az milyen, nem? Igen. Csak kikapcsoltam a konvektort az én szobába, kicsit szeretem. Használja a szőlőzsírt, mert látom, nagyon sokat nyalogatja a száját, biztos szárad. Szóval ezek nagy pillanatok. Na jól van. Nézzük meg akkor, milyen albérlői tapasztalatai vannak a hallgatóinak, jó? Hogy ki, hogyan, mekkora albérletet bérelt, kivel, hogyan kezdett ki a főbérlője,
kinek gyújtottak füstölőt a lakásába, kinek kellett átfesteni, de az is jó, ha valaki bérbe adta, és az albérlők voltak meglehetősen furcsák, és hónapokig kellett fertőtleníteni a lakást utána. Hát ilyen története szerintem nagyon sok embernek van. 7:30 pontosan, várjuk az SMS-eket, közben már Róbén bácsira is lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan, 6 perc múlva, hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, még Feri nélkül. És egy-két közlekedést is mondanék, ha nem baj, nem baj, ugye nem baj? Hát szerintem ugye, én nem ugye, állok most ne ellent, jó. M6-oson van egy trafi a 42-es kilométernél, az M5-ös bevezetőn Pest felé kamion tolat a külső sávban, M35-ös, 19-es, 20-as kilométer között trafi, mindenki menjen óvatosan, és az M1-es, az M0-as Herceghalomtól Üllőig tiszta, hatóságmentes Zsoké 38 küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen! Reméljük nem nyerges az a kamion. Bár a svédek azt is tudják. Ugye? Bizonyára. Tolatni. Na jó, hát nem túl szerencsés azért ez ebben a formában, igen. Ugye az albérletekről beszélgettünk, az egyik internetes oldal megtalálta hát az egyik talán legnyomasztóbb albérletet, ami ugye 8-10 négyzetméter, 1 négyzetméteres helységekkel, és még így is el kéne kérte 24 ezer plusz rezsit. Bizony, kicsit japán stílusú igen. Albérletről van szó. Hát ilyen kapszula. Minden kapszula helyet kihasználnak. Minden helyet kihasználnak. Nézem egyébként maga a mosogató is, ez a mosogató és hűtő és tűzhely egybeszerelve. A lehető legpraktikusabb. Igen, nagyon furán néz ki. De írja egy hallgatók, hogy például Sopronban garázsokat adnak ki albérletbe. Tehát teljesen bevett dolog, hogy Sopronban garázs az, amit kiadnak. És azt is megcsinálják úgy, hogy van benne... Na de oda, vízes blokk. Hát ez az, hogy oda hogy van bekötve a víz. Igen, például. Házik. Igen, mondjuk fűtés még van bent, gáz vagy valami, az oké, de hogy egy vízes blokkot azért oda hogy teszel be? Az nagy kérdés. És a tulajdonik használja is egyébként garázsnak. Tehát... Igen. Akkor viszont nagyon meg kell húznod magad. Hát kicsit húzd már a felül, beállnék a lanosszal. Írj egy hallgatónk, hogy pár éve az a pár éve bebukott vietnámi család akarta kivenni a házamat, akik marihuánát termesztettek. Oh. Azt akarták beíratni a szerződésbe, hogy soha nem mehetek be az ingatlanomba, mert olyan jellegű bizalmas üzletet hűznek. Az szép. Az kemény. De milyen jó, hogy nem adta ki nekik. Hát figyelj, elvileg őt nagy baj nem érheti. Ebből nem a francot nem. Hát olyan rémtörténeteket lehet hallani, amikor a saját ingatlanodba egy idő után nem jutsz be, mert le van a cserélve a zárak, mert gyakorlatilag kitiltanak belőle, aztán elkezdhetsz pereskedni azért, hogy visszakapd a saját ingatlanodat. Hát, rengeteg ilyen sztoriról lehet hallani. Igen, nem tudod őket kirakni. Hát itt csak árthatom füvet termesztetni. Semmiért. Itt van velünk István. Hello István, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Te laktál, vagy te adtad ki valakinek? Én laktam. Na, merre sikerült? Hát ez vidéken volt, egy építőipari vállalkozónál dolgoztam, és ugye ő kiadott neki, ő mondtam neki, hogy én megyek hozzá dolgozni, de nincsen lakás, és ő mondta nekem, hogy ő neki van egy, ahol lakik, neki ott a pince ki van neki alakítva szobákká, és akkor azt nekem ki tudja adni. Egy pincét? Igen, egy ablakkal. És megnézted, amikor kivetted, vagy úgy bolintottál rá, hogy oké, legyen, és akkor... Azt persze mondtam meg, hogy oké, legyen, mert ugye eleve vidéken volt, ugye 150 kilométerre a lakásomtól, és ugye mondtam, hogy jó, hát valahol aludni kell, hogy dolgozni tudjak menni. És akkor ez úgy képzeljétek el, ez úgy nézett ki, hogy egy 3x5 méteres terület után, hát nagyjából olyan 15 négyzetméter, egy függőágy volt, egy kis székkel, rajta egy labor, és egy hidegvíz csap, és villany semmi, hanem gyertyával kellett világítani. Atya Isten! Mint hogyha If várában raboskodnál. Igen. Edmund Arsveszként. Hát ez olyan 3,5 hónapig volt, utána besokaltam, és azt mondtam, jó van, elég inkább munkanélkülű leszek, mint hogy egy pincében legyek. Hát ez nem csodálom. Nem csodálom. Hát a kollégáim úgy hívtak, hogy micsoda a vakon. Jézus már. És időként mondta a főbérlőd, hogy takarékos vagy egy gyertyával? Mert nagyon fogy. Igen, hogy ne használj el annyit a mécsest, mert nagy... Nem, a vécé az nem egyet. Is volt, persze, hanem hogy kim volt egy pottyantó, vécépapír, semmi, hanem újságpapír volt. Aha. Hát ez, igen. Az jó. Ilyenben az ember lakik egy-két hónapot utána, azért megváltozik az értékrendje. Igen, bármit értékelsz utána. Igen, a sok volt. Ráadásul annyiért, igen, igen. Köszi, hogy elmondtad. Szívesen, további szép napot, kitermentes napot. Milyen napot? Milyen napot mondod? Hitelmentes napot? Aha, talán. Hitelmentes napot? Igen? Hitelmentes napot? Az én főbérlőm
Az éjszaka jelent meg 22:45-kor egy szál Halloweenben az ágyam mellett azzal az ürüggyel, hogy kapuzárási adót szed. Jaj. Nagyon jó sztorik vannak. Atya úristen. Kapuzárási adó. Hát az már a... Tehát a kapuzárási pánikod van, és akkor kapuzárási adót szedsz, hogy akkor gyorsan... Igen. De hogy ebből hogy lehet kijönni egy ilyen helyzetből? Egy olyan hát, ez a tökörugása? Hát igen, nehéz. Nagyon jó SMS-ek vannak. Barátom a párjával egy kertes házat bérelnek. A főbérlőnéni belevette a szerződésbe, hogy milyen gyakran kell locsolni a tujákat. Random időpontban megy este, szex közben is nyitott már rájuk. Pesti albérletben egy másik néni 21-er után megy megnézni, hogy ki van-e takarítva a lakás. Azt mondja, ott vagy, tényleg így élnél, kiszolgáltatott vagy albérletben. Oké, érted, hogy a főbérlő ide 21-er, akkor bejön tisztaságot igen, nézni. Igen, bejön a mama, és akkor megnézi így a szekrényét, tehát egy végúz az ujját. Na, aranyom. Ajj, nem leszünk így jobban. Nagyon jó SMS ez is. Kriszti írja, nekem nem a főbérlőm, hanem a kutyája feküdt az ágyamban. Nagy testű, ha ki akartam tenni, morgott és ugatott rám. Még a kutya fekszik az ágyba, te meg lefekszel a földre, mert nem enged be az ágyba. Rájöttem, hogy az ilyen típusú főbérlők azok, ha nem egyszerűen ki akarják neked adni a szobát, hanem uralkodni akarnak rajtad. Persze, abszolút, igen. Anno a főbérlő nő mindig kopogás nélkül benyitott a különálló házrészbe. Meguntam, és egy szál brében vártam. Benyitott, visított, onnantól kezdve kopogott. Kumiband írta nekünk. Az én lakásom ki volt adva egy kedves párnak, két gyerekének. Később kiderült, hogy 12-en laktak ott. Persze, természetesen, hogy fizetés nélkül eltűntek a lakás, leamortizálva. Még kijelenteni is tudom őket. A legnagyobb klasszik. Igen. Fiatal házasként magas földszinti albérletben laktunk, ami a fürdőből nyílt. Ha a főbérlőnk bevetette magát a fürdőbe, fogságba kerültünk, nem tudtunk kijutni, a férjem többször az ablakon keresztül távozott. Jézusom. Ez milyen? Ugye, hogy a fürdőszobán keresztül kéne, hogy kimenjél, csak ott zuhányzik a főbérlő. Te meg várod, hogy elhagyasd a kis bérleményedet, és inkább kimászol az ablakon. A volt főbérlőm egy idős hölgy megkért, hogy csináljak valamit magammal, mert büdöset kakilok. Erre most mit mondjak? Hát ez egy kollektív élmény, ami összetett az emberiséget. Ugye? Hollandiában laktam egy szobában, egy házban, ahol még négy indiai kolléga is lakott, külön szobában, reggel este kifőzde feeling, mert vagy vacsi készítettek, vagy melóba ebédet főztek. Reggelente a szomszéd szobában lévő srác imádkozására ébredtem. Ez elképesztő. Hát úgy nehéz ortodoxnak lenni, igen, megszeretni a körit, nem? Igen, a fürdő is foglalt volt egy másik által. Én egy idős hölgynél laktam két hétig. Amíg második hétvégén munkából hazaértem, bejött és ennyit mondott. Vetkőz, tacskó. Hát ez nagyon jó. Nem teljesen ilyenekre számítottunk, de azt gondolom, hogy ezek nagyon jó. Vetkőztacskó. Ez nagyon jó. Ekkora duma. Hát befielem. Vetkőztacskó. Hát nézzem meg, jut-e végre kell is valami. Mondtam, van, mert nagyon jó. A főbérlőm késsel a párnája alatt aludt, mert fél tőlem. 19 éves szingli lány voltam. Na, azért érted, amikor kiadod valakinek a szobát. Nagyon félelmetes, egy 19 éves szobában. Kérdőd valakinek, akitől egyébként tartasz. Igen, és ott vagy 40 éves főbérlőként, és egy pillangókés teszel az ágyadon. Uram, csak én vagyok. Az albérlője. Semmi gond nincsen, csak meg... Megböklett a szemét, megböklett. Igen. Nagyon közel, nagyon. Csak ki akarom fizetni az albérletet erre a hónapra. Rohadt rámlok, kinyugom a szemet. Kés van nálam, pillangó. Van még hallgatónk? Halló, jó reggel. Nem. Halló, jó reggel. Hello, Rita. Igen, sziasztok! Mit csinálsz? Mit csinálsz itt, Rita? Te a játékra jelentkeztél? Igen, Óven bácsi, Veronéni. Na jó, van, igen, éreztük egy kicsit a riadságot a hangodon. Tudod tartani? Hát, megint vagyok riadva, hogy nem, műsorba kerültem. Tudod tartani, vagy visszahívjunk? Tartom. Jó, akkor mindjárt megszólítunk. Nekem már egyre nehezebb tartani. Éjszaka már én is kétszer megyek. Mindjárt jössz, akkor várjál. Éjszaka én nem szoktam. Na, jó nekem. Én végig alszom az éjszakát. De jó. Jó is az. Hát mondd el milyen, mi már arra nem emlékszünk a Janival, így 40, hát, 40 felé. Igen, ilyen fiatalon is már nem. Nem. Ne viccelj. Ja, nem, nagyon, tudod. Mint a borze. Igen. Én már meglátok egy kertislagot, irigyen nézek rá. Irigység van a tekintetem. Pedig az jó. Hány persze? Most lehet hibernálni mellette, mert nagyon hideg a víz. Igen. Na, járom Rita... meg olyan, mintha a napenergia működne. Jó, Rita, akkor várj még egy kicsit mindjárt, jó? Jó. Ne tedd le.
Letetted? Nem tettem le. Jó, ne tedd le, nehogy letedd. Nem teszem le. Jó, oké, tartsad, mindjárt itt vagyunk. Jött még SMS közben. Nálunk a főbérlő lánya aludt a mi bérleti házrészünkbe, amikor szóvá tettük, azt mondták, hogy az az ő háza. egy hónapig tartott, írja egy hallgató. Itt vagy még, Rita? Igen. Jó, tartsad még, nehogy letedd. Várja, letette. Dehogy tette. Hogy tettem le. Jó van, csak azért. Tartsad. Na, tartsad. Figyelek. Írj egy másik hallgató, hogy én albérletben laktam, fogalmam nincs, de valamiért a főbérlő az egyik reggel odakakilt az ajtó el. Az valami, valamit jelezni szeretett volna. Volt egy kis lakbértartozás? Igen, volt ott valami, nem tudom mi, biztos... Nem, mert már elindult szerintem egymás SMS-ének az überelése, tehát ezek már nagyon durvák. Nagyon kifolyattad a meleg vizet, biztos, aztán látta. Igen. És akkor így jelezte, hogy akkor inkább ne. Igen. Itt vagy, Rita? Igen. Jó, tartsad, oké. Okay. Nehogy leted, mert... Ne, véletlenül se tedd le. Na. Nem merem. Jó, azért, de maradj el, ne viccel. Első albérletemben a férfi főbérlőm konkrétan rám nyitott a zuhanykabinban, és elkezdett simogatni. Nem már. Na, aznap éjszaka szállón aludtam. Ja, Pityu vagyok. Jézus Isten! Atya úristen! Tehát állsz a zuhanykabinban. Mosod a hasadat, és egyszer csak azt érzed, hogy valaki a hátadat is mosod. Gondolod, hogy Józsi beáll mögött zuhanyozni, és hátra nézze, hogy tesó, ne arra úgy, szeretnék zuhanyozni. Tudom, hogy te vagy a főbérlő. Milyen baj? Hát zuhanyozzunk egyébként. Habosan vagy még habosabban. Sporoljunk a meleg vízzel. Neked sporolom, kicsirigó. Nehogy megfáz. De most gondold, és beáll a főbérlő mögé zuhanyozni. Majd én fedezlek hátulról. Nagyon ideg van, látom, liba bőrös vagy. Itt vagy, Rita? Rita? Igen. Basszus, azt hittem, hogy elvesztettük. Kutyafáradt, ne ijeszges. Én kár lenne, értem. Jó, oké, na mindjárt jó? Na. Jó. Oké, puszi. Azért az se rossz, írja egy hallgató, amikor hajnali fél hatkor csöngetnek a rendőrök, hogy az előző bérlőt keresik. szép dolgok történtek. Az egyik nagyon kedves barátom kiadta annak idején az egyik szobáját, és elég jól szelektált. Valahogy mindig hölgyek, mindig dekoratív hölgyek, és valahogy a végén mindig összejött. És mindig ráment a bérlőre? De igazából nem is. Szerintem ilyen mit tudom, esti tévézések meg chipszezések torkoltak, aztán ilyen nagyon kellemes végkifejletbe, és mindig belegondolt, hogy basszus, és még fizetnek is neki ért. Ezek után azért kemény albérletbe menni. Na jó van. Oké, játszunk, jó? Óven bácsira és Beru nénire nyitunk rá már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Hát nagyon kíváncsi, hogy ki lesz a játékos. Haló! Haló! Itt vagyok, Rita! Rita! Jó, itt rendetted le! Ja, itt vagy! Jó van. Rita, honnan hívtál minket? Hűvösvölgyre. Hűvösvölgy! Hűvösvölgy! Hűvös is van itt. Már Boszfortére érek, már nagyon hűvös van. Várjál csak, nem virágtermesztéssel foglalkozol? Mivel? Virágtermesztéssel? De. Akkor már valakivel onnan beszéltünk egy bizony, pár hete. Már régen. Rosmaring? Igen. Rosmaring. Kicsit le a dohányzásra. Picit útos. Valami köptetőt szerintem, Rita, egy kicsit. Figyelj, Rita, hogy egy kollégáddal vagy kolléganőddel szerintem pár héttel ezelőtt mi már beszéltünk a hűvösvölgyi rosmaringból. Ja. Te voltál, Rita? Igen, itt kiabál az kollega nő. Még viszonylag kevés hűvösvölgyi rosmaring van, konkrétan egy, tehát nem volt annyira nehéz beazonosítani. Nem. Mit tegyünk, hogy ne hívj bennünket többet? Mert abból a szempontból, hogy én örülök, ha valaki többször játszik, csak hogy mégis adjunk lehetőséget azoknak, akik még életükben nem játszottak. Akkor nem nyertél, és most újra próbálod, vagy nyertél, és még szerettél valamit? Nincsen bögrém. Ja, vagy úgy. Nincs miből innom. Aha. A kakaómat. Figyelj. És akkor mivel játszottál már, hogy ugyanez volt, vagy? Hát fekete-fehérbe. És így kikaptál? Nyertem. Janit megvertem. Szóval nem volt lónyerítés. Aha. És nem kaptál akkor bögrét? Miért nincs bögrét összetört? Nem kaptam bögrét, igen. Az
szeretnék bögrét. Ja, mert akkor még nem volt abban az ajándékcsomag, az új ajándékcsomag. Hát, nagyon sajnáltam is. Anna, old meg ezt a Bermuda háromszöget, kérlek, mert ezt most már nem értem. Na, azért engedtem őt, mert nem szoktam ilyet csinálni, mert nem volt benne bögre. Valószínűleg elfogytak a régi bögréik, és az új ajándékcsomag még nem volt meg. És ő bár játszott, nem ebbe a játékba, annyira szeretne bögrét. És olyan cuki az az egész kis galeri, akik ott vannak. Igen, nagyon helyesek egyébként. Mondom, jó van, akkor legyél te. Ezért igen, gondoltam, meg örültem, hogy egy csaj, mert ugye nagyon sok férfi játékosunk van. Ezért merészkedtem. Jó. De az a baj, te mindig akkor jössz rá, amikor nem kell, hogy rágyere. Igen, hangalapján. Pontosan, az elmúlt egy évben te... Hangalapján megmondom. Hangalapján, tudom. De döbben. Bár akkor nem volt még ilyen hurutos a kölgy. Igen. De tényleg megmondja. Fia, 3 hónap ezelőtt játékosban, hogy megmondom, hogy szerintem vele beszéltünk. Igen, mondták, hogy figyelj, te nem mond magadtól, ha rákérdeznek, nyilván nem kell mondom kamuzni, de nem mond. Hát tessék. Rájövünk erre. Elképesztő vagy. Jól van. Ó, te Janinak is beugrott, ő kérdezte ráadásul a világkérdészetet. Oké, na legyen meg a bögre, hát ha jó. Jó. Nem, nagyon szeretném a bögrét. Érzem, hogy erre rá vagy gyógyulva. Hát persze, igen, hát valami kakaót, kell neki. Kakaót iszok reggel. Ne, inkább zsáját kakfővel gyömbé. Na hát, ha meg lesz. Jó, mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi Beruléni, figyelj. Na, lovagolnak. Dehogy, az nagyon jó dolog. Én is szeretek. Beruléni személyem domján tapsol. Te is szeretsz lovagolni? Igen, lóhátom. Jó, jobb is, mint kecskén. Igen, én is arra gondoltam, hogy annyira szeretsz lovagolni, hogy bevered a fejed az élésszekrénybe. Na jó. Hogy beszakítod homlokkal a stukkót. Mutatjuk akkor, hogy mit énekel. Nagyon figyelj, Rita, nagyon figyelj. Figyelünk, figyelünk, mindjárt. Na. Hát, húha. Ajaj. Azt mondják a csajok is, hogy gőzük sincs. Hány lány játszik? Mennyien vagytok most? Még egyszer, ugyanezt. Akkor hagyjuk. Jó, mutatjuk még egyszer. Engedd el, nem érdekes. Igen? Na? Mindjárt, gondolkoznak. Hopszi. Hoppá, ott valakinek van valami. Mondjatok valamit. Mármint mi? Mi az? Kis tehén. Ne áll, léci. Na, most... Ne bánts meg. Tényleg, most kedves volt veled, Anna, most miért kell itt? Most miért vegyél rossz indulatú vele? Így van. Szóval? Semmi. Már tőlünk? Még egyszer nem lehet. Mi kitalálhatnánk, ha akarnánk. Igen, mert hidd el, meg tudnánk mondani, már csak azért is, mert rá van írva. Ide a monitorozunk, a feliratozva. Jó, ja, nem látok odáig, az a baj. Nem, hát nem is azért mondtam. Mutatjuk még egyszer, figyelj, Rita. Aha. Ki kell, hogy vegyük a bögrét akkor viszont. Az pont a bögrét. Nincs semmi ötletetek? Hagyjuk oda a bögrét, előbb szabadul. A nekünk? Már nekünk van, most kitől kérdezed, a többiektől? Igen, hát ha ők okosabbak. Meg lesz ez, Rita? Meg. Mutatunk egy kicsit hosszabb részletet, jó? Figyelj! Jó. Na? Ági? Na? Nem tudom. Ági, tudod? Nem tudom! Nem tudja senki. Na hát akkor mondja. Mondd meg. Mármint ki? A Peti tudja. Na. Azt mondja, Peti tudja. Peti, gyere a nem jön a nyelvére. Ja? Ja, hát akkor erős csapat vagy, tudjon rá egyet. Hát. Csalogatjuk. Csalogassátok, jó? Megmutatjuk akkor, hogy mi lett volna az eredeti, jó? Figyelj. Jó. Bizony. Köszönjük szépen. Nagyon szeretnéd ezt a bögrét, Rita? Igen. Nagyon? Nagyon. De mennyire nagyon? Nagyon. Nagyon. Mit mond a Peti? Azt mondja, hogy miért nem mondta még egyszer út. Erről tudta volna. Ja, igen, kicsit később. Ott volt a nyelvén. Jól van, figyelj, ha ennyire szeretnéd ezt a bögrét, adunk neked egy bögrét, jó? Na. Jaj, köszönöm. Mindenki örül a bögrémnek. Köszönöm. Végis azért vagyunk, hogy boldogát tegyünk meneteket, teszünk egy kis kivételt. Egy pálinkát kérnek a Feritől. A Feritől? Picit most kezdtek szemtelenek lenni. De figyelj, nekem meg küldjétek át a bevásárló listát hétvégére, jó?
Amit tehetünk még, értetek, egyébként tényleg. Valakinek a kocsiját kimossuk, kiporszívozzuk valamit. Küldjük a bögrét. Kaptatok egy darab bögrét, de nem egy ajándékcsomagot, csak egy bögrét. Jaj, nagyon így? Szépen köszönöm. Jó, köszönöm ez így? Szépen. Na. Nagyon. Jól vagy. Köszönöm itt. Szépen. Oké, ügyes voltál. Sziasztok. Örülök, hogy bekerültem megint. Köszönöm szépen. Na. Sziasztok. Ciao, Rita. Szia, Rita. Szia. Hello. Most már ne hívjál többet. Most szerintem ezt megérdemelte. Nem? Egy bögre? Hát végülis azért vagyunk, hogy boldogát tegyük. Nem? Szerintem megérdemelt. Így van, így van. Jól van, egy utolsó esemény, csak egy albérletes. Jó, legyen. Döbbenet egyébként. A főbérlőmet úgy találtam a fürdőszobában, hogy a bugyim a szájában volt. Nem szeretnék róla beszélni. Hogy milyen szép történetek vannak. Egy perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 8 óra, úgy pontosan 15 perccel. Hello mindenkinek. Hello Jani, sziasztok, jó reggel. Hello drága hallgatók, itt vagyunk a Morning Show-val a Klassz FM-en, és Feri még ma nincs, de holnap már lesz, ugye ő pihen egy kicsit, nyaral, Olaszországban van, a messzi pennében éppen, így ugye? Van, vagy, így vagy van. Tájátelében? Honnan mennek a soha? Arabiata mellett voltak Arabiata most, mellett, ez az egyik hallgatom. Úgyhogy Feri pihen, de holnap már jön. Így van. Kipihenve, felszerelkezve, alfa-alkatrészekkel. Bizony. Megjárt az összes szicíliai bontót, úgyhogy szerintem holnap órákat tud majd mesélni egy arról. Egy valamire tényleg fogadtatok, hogy nem lesznek rajta fogyási csíkok. Egyébként pedig a Feri nagyon örülne neki, hogyha 242 ezeren fogadnák a Facebook oldalunkon. Értitek, ugye? Amikor visszajön. Mert most egyébként 241.434-en fogadhatnák, de nagyon örülne neki a Feri, ha 242 ezeren fogadnak. Igen, van egy Facebook oldalunk. Így van. És van egy olyan oldalunk is, amit elindítottunk, aztán rájöttünk, hogy nem használunk, de szeretnénk újra használni. Majd... Megmutatom a fiúknak, hogy kell. Hogy ti is föl tudjatok képet tenni, ugye ne csak az, hogy a Lacinak átkülditek és felrakjátok, hanem az Instagramunkra, mert van a Morning Show-nak egy Instagram oldala is, talán utoljára az a képen fel. Emlékeztem, hogy valamilyen mértékegység. Igen, amikor a papagáj ott ült a válladon, talán az az utolsó Instagramos fotónk, egy jó 3 vagy 4 hónappal ezelőtt, tehát az oldal nem mutat akkora aktivitást, mint amekkorát szeretnénk. Nem a vállamon ült a papagáj, hanem elragadott. Igen, játszott veled egy kicsit, vagy ledobott a Gellért hegynél. Van egy Instagram oldalunk is, úgyhogy oda is készülünk majd feltölteni mindenféle fotókat. Ez azért jó, mert ha mész valahova túrázni, vagy a Feri főz valamit, vagy velem történik valami, csinálsz egy fotót, földobod, és ott van. Úgyhogy megtalálhatóak vagyunk Instagramon is, egy kicsit majd jobban aktivizáljuk magunkat természetesen, vagy nem? Dehogy nem. Köszönöm szépen annak a 3 embernek, aki az elmúlt percekben lájkolta az oldalunkat. Nagyon jó. Nézzük a közlekedési híreket. Sükösd, 51-es út, lézer show, baja felében őket mérik. Stetko küldte nekünk. Baleset az éles saroknál, autó a villamossinen, 3 autó a belső sávban, ez Csengő küldte. Ebben a pillanatban jött ez egészen friss. Trafi az M3-ason, a 42-es kilométernél, az M6-os 40-es kilométerénél nincs trafi, ez egy helyesbítés, és félpályás útzár van, több helyen a 31-esen, éjjel-nappal, de nem dolgozik ott senki. Hoppá. Titokzatos. Még mindig jönnek az albérlői SMS-ek, hát egészen 10-ig tudtunk volna ezzel a témával foglalkozni. Szenzációs SMS-ek jönnek. Tehát akinek a főbérlője tényleg örömlányt hoz föl, és azt kérdezi, hogy nem szállsz be az albérlő. Hát az figyelj, az egy az albérlő. Tehát hihetetlen történetek vannak, én nem gondoltam volna. Azt hittem, albérletben lakni nyugodtabb dolog, de nem. Szóval, hogy elképesztő. Ez az utóbbi, ez például nekem szimpatikusabb, mint az, akit rajta kapsz, hogy éppen a szájba tömködi bele az alsódat. De tényleg milyen? Ugye belépsz a fürdőszobába, és látod, hogy ott van a főbérlő, de még azt gondolod, hogy persze, hát az ő fürdőszobája. Hogy ott érdel a szennyes kosár elő. De hogy ott érdel a szennyes kosár elő, megfordul, és azt látod, hogy a csipkés bugyinak egy része kilóg a szájából, azért arra nem tudsz mit mondani. Mi az ott? Van valami a szárban. Nincs csak kell szárad. Ott van a bugyim, egy csipkés bugyim. Nem is csipkés. Két választásod van, vagy megmondod, vagy lenyeled. Ugye? Tehát, hogy ott nagyon nem tudsz mit csinálni. Hogy jön a Feri? Hogy jön? Tudom, hogy autó... Mint a lavina. De hogy jön Olaszországon keresztül, hogy Ausztria, vagy hogy mert többféleképpen lehet, hogy jönnek? Hát, úgy gondolod, hogy felmennek esetleg izébe? Egészen... Lengyelország. Nem tudom. Lehet, hogy Ausztrián keresztül jönnek? Nem, csak akartam beszélni, nincs már ilyen, hogy határ, ugye, de hogy tehát, hogy ne bántsák
engedjék ja, át, hogy ne vámoltassák el. Mert tudom, tényleg beszéltem vele tegnap, tudom, hogy nagyon sok alkatrészt hoz. Ja, és azt gondolod, hogy esetleg azt gondolják majd róla, hogy mondjuk feltört egy közlekedési múzeum. Igen, igen. Na, ugye a kérdés az, hogy mi történik most. Miért nézd be? Akarsz amit mondani? Nem, hát csak kíváncsi vagyok rá, hogy mit történik. Ja, ne, Ukrajna, Ukrajnáról akarok beszélni. Az olasz-osztrák határon. Nem, ne, ott Feri arra fog jönni egyébként Hundartwasser felé. Igen. Ugye Ukrajnában mindenki erre figyel, és hát ugye megtörtént a népszavazás, és hát tulajdonképpen ugye becsatolták magukhoz a területet az oroszok. Hát, számos kérdés van a fejemben egyébként, most a nyugat nagyon sóhajtozik. Hogy egyelőre még nincsen, tehát még az igazi oroszországhoz az még ugye, hivatalosan még nem történt meg, de a Krím kinyilvánította egy emberként. Mint független állam. Picit erről tűnik egyébként igen. Az utolagos számlások alapján, úgy tűnik, mint hogy egy kicsit többen is nyilvánították volna ki az akaratukat, mint amennyien egyébként lakják az egész Krím félszigetet, de hogy egyébként ők már jelezték, hogy oroszok szeretnének lenni. Most a nyugat pedig ugye sírdogál, ez nekik egy elég nagy presztízsveszteség is egyben, meg hát ugye értékes területeket is vesztenek el, tehát azért senki ne gondolja, hogy nekik csak azzal van bajuk, hogy most ott az oroszok ezt így vagy úgy intézték, hanem nyilván hát ez terület azért ez nekik is nagyon-nagyon jó volt. Fontos kikötőkkel, meg, tehát így van, meg fontos terület. Meg ez ezen, tehát hogy a Krím elszakadásán túlmutat ez a dolog mégpedig azért, mert hogy adott esetben ez elindít egy olyan folyamatot, elindulhat egy ilyen dominó elv, aminek a következménye akár az is lehet, és ettől félnek szerintem elsősorban az ukrán parlamentben, hogy mondjuk kelet-ukrán vagy területek is, mondjuk így kelet-ukrán területeket is megkívánják majd az oroszok. Ezek is ugye túlnyomó részt ilyen orosz ajkúak által lakott területek, és hát attól tartanak, hogy Putyinnak megjön az étvágya, és akkor majd ezekre a területekre is szemet vet. Hát igen, csak ugye az a kérdés, hogy mikor ismeri el a nyugat, hogy valaki mondjuk önálló szeretne lenni, és mikor nem ismeri el. Tehát, hogy milyen érdekek mozognak a háttérben. Ott van Szarajevó, Szarajevónak meg ugyanakkor ugye megpróbálnak segíteni minden úton, módon. Mégis most a Krím félsziget meg azt mondják, hogy a nyugat nem ismeri el. Tehát, hogy milyen komoly érdekek vannak, nem? Hogy akkor most valaki kikiáltja saját függetlenségét, akkor azt nem mindig fogadjuk el, vagy néha elfogadjuk, néha nem fogadjuk el? Vagy hogy hát igen, fura dolog egyébként ez az egész, mert egyfelől tényleg, amikor azt látod, hallod, hogy emberek, akik ott élnek, orosz ajkúak, túlnyomó részt, ők alkotják mondjuk ott a népességnek a nagy részét, kinyilvánítják, hogy ők oroszok szeretnének lenni. Amikor például azt olvasod, hogy az egykori szovjet reform politikus Gorbacsov is azt nyilatkozza, hogy gyakorlatilag az történt, aminek történnie kellett, mert hogy annak idején a Szovjetunió erőszakkal szakította el Oroszországtól ezeket az embereket, meg a Krímfélszigetet, hogy gyakorlatilag a Krím visszatért Oroszország kebelébe, tehát hogy azért, amikor látod azokat az ünneplő embereket, akik kint vannak az utcán ezer szám vagy tízezer szám, és azt mondják, hogy igen, nekünk ez így jó, és mi ezt szeretnénk, akkor egy picit elbizonytalanodott. De ugyanakkor meg, amikor meg azt látod, meg hallod, meg arra gondolsz, hogy egy országnak a területi integritása, meg annak az országnak a jogai úgy sérülnek, hogy az erősebb kutya toszik alapon odajön valaki. Ez ezért nehéz kérdés. És fegyverek árnyékában kikényszerít egy népszavazást, hát ez már így nehéz. Bizony. Nehéz azt mondani rá, hogy ez így jogos. Na jó, felhívjuk a mi biztonságpolitikai szakértőnket, akivel nagyon szeretünk beszélni, ugye, mert mindig dől belőle az információ, zárójel. Figyelni kell. Zárójel bezárva. Zárójel bezárva, igen, nagyon sok mindent mond, de mindig tud újat mondani. És ugye nemrégiben Obama bejelentette, hogy szeretne egy európai látogatást tenni, amitől ugye az oroszok nem tojták össze magukat, visszaszóltak neki, hogy Obama elvtárs arra nem gondoltál, hogy az oroszoknak nem csak egyébként nyugati bankokban vannak bankszámláik. Vagy tehát, egyáltalán nincsenek. Vagy egyáltalán nincsenek, mert ugye néhány orosznak ugye zárolni akarják a bankszámláját, tehát megy az üzengetés, de mindjárt meghallgatjuk, hogy mi lesz. Lográdi György, bár itt is van velünk. Hello, jó reggelt kívánunk! Szevasztok, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Mit ilyen tevékenység közben zavarunk éppen otthon még, vagy már rohadt szépen valami? Nem, már munkahelyemen vagyok, és a titkárnőtöknek udvaroltam, aki sokkal szebb, mint ti, de ez ott egy a fene, beszéljünk a krími helyzetről. Beszéltünk még róla kicsit, ha szeretnél. Nem, sajnos nem. Abban maradtunk, hogy randevúzunk, de azt nélkületek. Jó, nem, hát az persze. Menjetek. Figyelj, valami jó olasz kajáldába elviszed, ő azt nagyon szereti, úgyhogy... Én is.
Na mi van, jön az Obama? Most ezt hallom, ez a legfrissebb. Bejelentette, hogy Európába fárad? Na kezdjük. Egy, Obama szeretne úgy bevonulni az történelemből, hogy sikeres elnök. Az eddigi másfél ciklusa nem ezt bizonyította, és most, amit Obama csinál, az rendkívül érdekes. Keményen szankciókat akar ráerőltetni az Európai Unióra. Miért? Mert neki, mint USA, alig van érdemi kapcsolata Oroszországgal. A túloldalnak, Európának rengeteg van. Ha megnézem az elmúlt órák nyilatkozatait és az európai vezetőkét, egytől egyik szeretnének valahogy kibújni a szankcióktól, mert azt mondták, többek közt ezt mondta most, összeült a német kereskedelmi és iparkamara vezetése, és azt mondták, hogy kérem, 20 milliárd eurót fektetünk be Oroszországba, 6000 német cég van ott, és 300000 munkahelyet biztosít nekünk ez Németországba. Ha szankciót hozunk, jobban sújt minket, mint az oroszokat. Tehát rendkívül érdekes napok elé nézünk, és az elnézés csütörtökön lesz az állam és kormányfők találkozója EU-28 ország Brüsszelbe, és meglátjuk, hogy mi lesz. Két olyan interjú volt tegnap, ami nekem nagyon-nagyon érdekes volt. A luxemburgi külügyminiszter azt mondta, hogy a krími helyzeten már nem lehet változtatni. A Schulz pedig, az Európai Unió jelenlegi egyes számú vezetője azt mondta, hogy a krím eldőlt, ha Kelet-Ukrajna elfoglalásra kerül, az már nem akceptálható. Tehát úgy néz ki, hogy a krímet néhány politikus, érdekes módon az USA-ban is volt ilyen hajlandó elfogadni, a tovább lépés nem, de rendkívüli a feszültség. És azért még egy, az amerikaiak és európaiak lefoglaltak néhány bankszámlát, igen, de ha ezt komolyan veszik, akkor az oroszok is lefoglalnak bankszámlákat. Tehát itt annyira cseppfolyós minden, hogy most bármi és az ellenkezője is megtörténhet. Hát de akkor tulajdonképpen azért itt egy újabb hidegháborúval fenyegetnek, de akkor ez szépen lassan eldőlni látszik. Tehát itt még megy kicsit a keménykedés, és aztán előbb-utóbb ezt mindenki elfogadja. Tehát akkor az uniónak azért olyan nagyon nagy érdeke nincs szembe menni az oroszokkal. Az unió három lépcsős szankciót fogadott el. Az első két lépcső teljes formalitás, tehát az, hogy a vízumtárgyalásokat fölfüggesztem, nem hívom meg az oroszokat a G8-ra, ezek rendkívül jó hangzanak a sajtóban, valósuljuk alig van. A harmadik lépcső, a valós szankciók, erről viszont semmilyen döntés még nincs. Még egy mondat, amíg te azt mondod, hogy hát Kelet-Európa jó pár állama gázba 100%-ba Oroszországtól függ. Németország, Európa vezető hatalma 40%-ba az oroszoktól függ. Egy ilyen helyzetben nagyon nehéz szankciókat hozni. Ma reggel az egész világ tele volt azzal, hogy Japán szankciókat hoz, isteni. Két pontot hoztak a japánok. Egy, fölfüggesztik a vízumtárgyalásokat, zárója semmi súlya. Kettő, fölfüggesztik az együttműködést a világűrbe, csodálatos, majd két hónap múlva visszaállítják. Igen. És ráadásul ugye, hogyha jönnek a gazdasági szankciók, ahogy azt te is jelezted, gyakorlatilag Oroszország ugyanilyen súllyal tud majd szintén szankciókat hozni, amikkel nyilván őket is fogják érinteni, ezek a szankciók súlyos károkat fog okozni nyilván az orosz gazdaságnak, de ők ugyanilyen károkat fognak tudni bárki másnak okozni, sőt olyan patthelyzetbe hozhatják például gazdaságilag Ukrajnát, hogy abba akár az ország gyakorlatilag csődbe is juthat miatt az ország. Ugye most például azt lehetett hallani, hogy a Szovjetunióval szemben élő korábbi államadóságoknak az ügyét újra előhozták az oroszok. Hogy ezeket mégiscsak ki kell majd fizetni. Jelenleg ott tartunk, hogy orosz-ukrán relációba megy a húz meg erez meg. Akkor ha te ezt kérdezted, néhány dolog. Egy, mi az ukrán cél? Az ukránoknak hármas céljuk van. Egy, ne veszítsék el a krímet, ne veszítsenek el egy négyzetcentit. Ez lehetetlen. Kettő, a mai kormány hosszú távon maradjon föl. Lehetetlen, ez a kormány alkalmatlan, képtelen a vezetésre. Plusz, ha májusban választás lesz, akkor a kormány legalább egy része megbukik. Három, bármi áron nyugati segítséget kérnek, ez egy hosszú beszélgetés lenne, jelzem, a nyugat mindaddig, amíg a Krimbe a helyzet nem lett feszült, nem akarta Ukrajnát fölvenni társulási szerződésként, mert tökéletesen tudja, hogy alkalmatlan. Jelenleg kettő fél van a világon, aki azonnali harmadik világháborút követel, az ukránok és a krimi tatárok. Mindkettő követeli az amerikaiak és a NATO bevonását a konfliktusba. Hál' Isten sem az amerikaiak, sem a NATO európai része erre jelenleg nem hajlandó, de rendkívül feszült a helyzet. Tehát tényleg cseppfolyós minden. Arra te látsz bármiféle lehetőséget, hogy Viktor Janukovics visszatérjen, hiszen ő úgy apostrofálja saját magát, hogy ő még mindig az ukrán államfő. Először azt mondta, hogy ő erre alkalmatlan, utána Putyin is mondta, hogy alkalmatlan, utána mindketten azt mondták, hogy alkalmas. Tehát a politikában és a szexben soha nem mondasz, hogy igen vagy nem.
Én azt mondanám, hogy jelenleg a Janukovics visszatérési esélyei minimálisak. Abban a pillanatban, ha Ukrajnában egy rendkívüli gazdasági válság lenne, akkor bármi megtörténhet. Én ma nem fogadnék Janukovicsra, de zárójelbe jegyzem meg, teljesen új erők jöttek elő Ukrajnába, és a világ ezekkel kevésbé foglalkozik. Talán egy nagyon hülye megjegyzést hagyd tegyek. Az egész nyugati sajtó tele volt azzal, hogy tegnap az orosz televízió közszolgálati televízióban bemutatták, hogy hogyan intézne Oroszország atomtámadást az USA ellen. Na most azért ez azt jelenti, hogy az oroszoknál is van rendkívül sok ostobaság. Igaz, hogy elmondták, hogy ők akkor intéznek atomcsapást, ha ellenük atomcsapás jön, de azért a közszolgálati tévében ezzel több 10 millió embert riogatni nem volt a legbölcsebb. Igen, ez már ilyen észre-retorika. Ezt egyébként valaki elhiszi, hogy Putyin valójában az orosz ajkú népességet igyekszik megvédeni az új, nagyon félelmetes kijevi kormányzástól, és közben egyébként hát azért ugye az orosz kormányról lehet tudni, hogy nem annyira viseli szívén a saját állampolgárai sorsát. Elég csak arra gondolni, hogy hogy működik a szociális háló, vagy hogy bánnak a melegekkel, vagy a nemzetiségi csoportokkal, és mondjuk nem a kőolaj és a földgáz kell neki, ami elég nagy számban van jelen egyébként a krími félszigeten. Tehát ezt még valaki benyalja ezt a dumát, amit nyom a Putyin? Szerintem rengetegen. Igen? Tehát főleg azok után, hogy Oroszországban azért túl sok egyéb hírforrás nincs, mint a hivatalos orosz, nyilvánvalóan idézőjelbe benyalja, és látni való az, hogy Putyinnak azért nagyon sok jó kártya is van a kézbe. Te mondtad a melegeket. Teljesen igazad van. De hogy jegyezzem meg, hogy amikor életem első tévévetélkedőjét megnyertem, és 73-ban részt vettem akkori Kelet-Berlinbe egy világtalálkozón, a világon mindenki elítélte a melegeket. Hihetetlen érdekes, csak hogy azóta eltelt 4 évtized, és a világ megváltozott. Picit megváltozott a világ, igen. Tehát Oroszország ma egy kicsit ott van, ahol a nyugat volt évtizedekkel ezelőtt ezekben a gondolkodásmódokban. És még egy, az oroszok számára rendelkezésre áll kőolaj, földgáz, óriási terület és katonai erő. Jelenleg az orosz szárazföldi hadsereg 7,5-szer erősebb, mint az ukrán. Hát engem megtöbbentett az, hogy jelenleg hivatalos ukrán adatok szerint 14.600 ukrán katona állomásozik a Krimbe, és parancsot kaptak, hogy ne csináljanak semmit. Egy részük már átállt az oroszokhoz. Hát ha egy hadseregnek parancsot adsz, hogy ne csináljon semmit, azt a hadsereget szétvered. Itt látszik, hogy ez az ukrán vezetés nincs hivatása magaslatán. És akkor ott marad minden, tehát ott maradnak a repülők, a tankok, azt az ukránok úgy, hogy van ott, bebukják, mert nyilván nem fogják engedni az oroszok, hogy ők felszálljanak, elvonuljanak, de kivonulhatnak onnan tankokkal, repülőkkel, ami az ukrán hadsereg volt. Után azt ígérték, hogy erről lesz egy megállapodás. De erre kíváncsi vagyok. Én is, ez nyilván annak a függvénye, hogy a világ hogy viszonyul a Krimhez, a világ hogy viszonyul Ukrajnához, és mit csinál közben a kijevi vezetés. Na most azért egyet tisztázunk. Ez a kijevi vezetés február 21-én az Európai Unió 3 kulcskülügyminiszterével aláírt egy megállapodást, amit 30 percen fölrúgott. Ez a kijevi vezetés hozott egy nyíltan orosz ellenes nyelvtörvényt. Ez körülbelül olyan, mintha Panama hozna Amerika ellenes törvények, USA ellenes törvényeket. Tehát annyi ostobaságot csinált, ez nem menti Putyin, nehogy félreértés legyen. De lehetőséget adott neki, hogy úgy avatkozzék közbe, hogy idézőjelbe felszabadítja az oroszokat. És Magyarországra bármilyen hatással ez lehet? Vagy ez szépen ez lezajlik, most elcsendesedik? Hát ennek utána... rengeteg hatással lesz mindenkire, így ránk is. Egy. A kérdés az, hogy a kőolaj és földgáz árát ez milyen mértékben befolyásolja. Kettő. Kérdés az, hogy Ukrajnában hosszú távon milyen vezetés lesz, ez a vezetés hogy viszonyul a területén élő kisebbségekhez. Mi erről nem szoktunk beszélni, de elnézést kérek, 8-tól 12 millió orosz van Ukrajnában, 4-től 500 ezer román él Ukrajnában, és mintegy 150 ezer magyar él Ukrajnában. Mi a magyarokról szoktunk beszélni, de a többiekről nem. Rendkívül komoly lengyel kisebbség él Ukrajnában. Az ukrán ellenzék jelenleg összefog, mert végre van egy közös ellenség, az oroszok. De amíg az oroszok nem léptek föl így a Krimbe, addig ez a ukrán vezeték oly mértékben gyilkolta egymást, hogy idézőjelbe kívülről döbbenet volt nézni. Tehát itt tartunk, nyilvánvalóan ennek rengeteg hatása lesz. Magyarország számára szörnyű nehéz a helyzet, de nem csak nekünk, az EU sok tagállama számára. Mi nem választhatunk Ukrajna és Oroszország közt. Oroszország a stratégiai partnerünk, Ukrajna a szomszédunk, és ott él a magyar kisebbség. Tehát rendkívül óvatosan kell politizálni, de zárójelbe jegyzem meg, ezt csinálja az Európai Unió zöme. Hát érdekes, érdekes a helyzet, és ugye tulajdonképpen megint eldől, mint olyan sokszor már a történelem, hogy semmi másról nem szól, mint legkevésbé egyébként a különböző népcsoportok, népek, emberek védelméről, azokon sokkal inkább átmutató, túlmutató gazdasági érdekek, dollármilliárdok, földgáz, kőolaj, mind mindig, ugye? Tehát senki ne gondolja, hogy itt valójában
érdemben arról van szó, hogy most nekünk hétköznapi embereknek ez jó vagy nem. Nyilván nem. Nem ez teszi az unió, és nem ezért védi a Krímet, nem ezért akarják az oroszok. Mindenki a hétköznapi emberekre hivatkozik, ez mindig így volt a történelemben. De a valóságban mindig minden arról szól, hogy pénz, hatalom, befolyás, kőolaj, földgáz és nagyon sok egyéb. Erről szól a történelem. És a francia forradalomban Voltaire azt mondta, hogy Isten mindig az erősebb ezredek oldalán áll. Jelenleg ebben a konfliktusban az erősebb ezredek Moszkva irányítása alatt vannak. Okay. Hát erről, és a csajokról azért nem, Gyuri? Inkább a csajokról. Zárója, bezártuk? Minden? Bezártuk. Drága vagy, nagyon szépen köszönjük. Nagyon vigyázz köszönjük. Magadra. Köszönöm, köszönjük szépen. Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő. Van egy randi. Ja, nem mondtam neki, hogy hívjon. Basszus. Hívj fel. Biztos, hogy hívni fog. Figyelj, van valamit kell veled semmi, nagyon fickós, úgyhogy... Így van. Sikáld el valahogy a Petinél. Nagy koponya az öreg. Nem hagyhatjuk ki, kell a műsornak. Dobd be egy magad. Négy sajtos pizzát megérsz. Hát én mindig behívom hamarabb, beszélgetek vele. Mert tényleg összemelegettünk. Igen, tényleg. Komolyan, mikor bejön, akkor is úgy szeretem. Csak, olyan okos. Csak óvatosan, mert falja a pizzátám az öreg. Egy pizzafaló. Tudom, egyébként huncut, ez tuti, hogy huncut. Huncut az öreg, szeme nem álljon. Tehát egy jó négy sajtos. Érted. Hát az egy jó rockfortot. Jó. 9:05, hármas ugrásra lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:09, múlt pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Nagyon szépen köszönöm azoknak a kedves hallgatóinknak, akik az elmúlt percekben lájkolták az oldalunkat, a Facebook oldalunkról van szó. Természetesen mindenki menjen fel és lájkolja, meg szeretnénk lepni a felét azzal holnap, hogy már 242 ezeren vagyunk, most 241.502-en vannak fönt jelenleg a neten olyanok, akik lájkolták az oldalunkat. Igen, és többen írják nekünk, hogy lájkoldás lettem. Igen, így van. Igen, teljesen egyértelműen, Jani egy csehelyet tarhál. Így van. Ennyi. Igen. Így van. Próbálnám cáfolni, de nem tudom. Még mindig a Nógrádival beszélsz? Hát, igen? Sváncok. Figyelj, most tette le a telefont, hogy ki van virulva. Egy gyerekek, itt valami. Zajnak új barátságnak vagyunk a... Új barátság megszületésének vagyunk a szemtanúi. Na mi van? Régi ez már. Ő telefonált, mondta, hogy hallott az utolsó mondatotokat. Igen, hogy elvinne pizzázni? Uh-huh. Hát, igen, meg és itt a rockfortot, meg egyebeket. Hallotta ő, és azt mondta, hogy ezek, azaz ti, ezek mocskok. Ne foglalkozzak veletek. Majd megkérdezte, hogy van-e nálam készpénz. Mondtam, hogy természetesen van. Gondoltam, hogy hát esetleg, hogy ma mennénk pizzázni, és elkéri előre, majd utólag odaadja, de hát ő egy úriember nem tenne ilyet. Mondta, hogy szól az ukrán haverjainak. 200 euró, 195 áll. 200 euróból meg vagyunk. Az nem kérlek. Engem, hogy kiírjanak minket. Aha, nem, összesen nem. Ja, viccéltek azért nem. Hát 195 áll, 10-et tegyél hozzá? Igen, mondtam, hogy rendben van, megbeszéltük. Ha egymás mellé állítanak minket, az egy golyó. Az, hogy engem fejbe lőnek, az én koponyám megfogja. Hallod? Igen, lehet kap, ezt mind a kettőn megmurdeltek. Nem baj, legalább veled halok meg. Azért állunk ott hátrabilincset, kézzel már öntik ránk a betont. Hát legalább még ott rölgünk egyet, nem? Igen. Még egy poént el tudnánk csinálni. Csak ne úgy legyen, mint a Párizsi Notre Dame-nak az utolsó néhány fejezete, amikor találnak két csöntvázat egymásba gabajod. Ahogy a cigánylányt ölelik vázi módon. Ja, tudod? Igen. Balázs, ne, kérlek. Azért mondjuk együtt temetnének el egy koporsóban, azért még mérges lennék rád ott, még két napon keresztül, hogy kiborítanál a hülyeségeit. És 69-es pózba. Te, Jani, ötlet volt beszélni a Nógrádinak? Hát, a feleset tudja, nem mozgasd a lábad, kicsit kezdelek unni. Én azt hittem, csak viccel. Igen. Mikor még tudnánk egyet fejben torpedózni, nem? Igen. Ott még nagyon szép dolgok lehetnének. Meddi bírnánk? Egy két napig kibírnánk, nem? Szerintem igen. Jönnél ott a kis svájci bicskáddal, az őrületbe kergetném. Már, Bali, várj. Aha, megpróbálok. Ja, várj, Bali, megmentelek, felvágom a mellkasom. Az én tüdőmben még van egy kis levegő, azt odaadom neked. Várjál, Bali, táplálok a véremmel. Figyelj, vigyázzál. Hát mindig a kisebbet kezdik el először megenni, úgyhogy ott egy idő után be kéne dobnod magad. Jó, nem bántjuk a Nógrádi. Oké, okay, észre, fiúk, mire te vigyázzak, is vigyázz vele. Mondjad. Hát tudod, mert ő nem csak a külügyekben, a belügyekben is nagyon ott van. Tényleg? Na majd megbeszéljük, majd elmesélem, ha pizzáztunk. Jó. De te egy korrekt úriember.
De ne, a hangján hallom, hogy egy csajozógép. Nehogy bedőlj az ilyen csajozós domáinak. És amikor azt mondta nekem a Helmut Schmidt, hogy ott ültünk a Gorbacsovájában, ott volt a Kissinger, hát mi akkor a buli volt. Hol legkenek? Már nem is fogadtam a köszönést. Igen, ott volt a jaltár, ez a 900. Majd elmesélem, amit tudható nektek belőle, jó? De ugye, hogy mennyire nem számít, hogy az ember hogy néz ki? Már nem a Nógrád. Na, úristen, tényleg jönnek az ukránok, végen van. Balázs mondta, Gyuri, a Balázs. Most már végen. Gyuri, ne arra, hogy nagyon hasonlít a hangunk a Janival. Én millió Janinak, hogy ne mondjon ilyeneket. Jani, de tényleg. Nem úgy, nem a Nógrádra gondolok, hogy nagyon szép ember. Hanem... ez be már nem jössz ki. Jó. Még rá is, ha hallottad, Gyuri, a Balázs volt. De nem, tényleg, hogy ugye, hogy bármi... Tényleg szép? Hallottad meg, én nem tud belőle kijönni. Hallod, Gyuri, gyönyörű vagy, hát olyan a mosolyod, hallod, hogy sose tudom, hogy mit csináljak. Hogy tényleg, hát szóval, hogy az a ész... Személyiség. Tehát a személyiség és az agyi kvalitások, ugye? Ez így van. Én mindig buktam erre egyébként, szóval most egy komolyan... Hogy Pali okos, akkor mindegy, hogy most magas vagy alacsony. Hát okos. Hallod, és... Gyuri, megint beszól. Figyeltek, vagy hogy sok olyan van, vagy kopasz. Hallod, Gyuri? De nem? A személyisége legyen lenyűgöző, legyen okos, a személyisége legyen olyan, akkor fú, hát. Így van. Megérezte a gyengémet. Megérezte. Ez a gyengém. Mi a külpolitika? Vagy mi a külpolitika. Egyébként igen, megmutattuk a szírhelyzetet közben. Végbe kapcsoltam. Igen, mi szoktunk beszélgetni, engem érdekel. És egy kis szírhelyzet megbeszélés is volt? Meg Németországban is egy-két gondolat volt, igen. Na jó. Ennyi. Na visszamentem a szerintem már hiva Gyuri. Nekem már csak Gyuri. Dobj egy hármas ugrás játékos, és akkor addig beszélgetsz. Jó, oké. Okay, okay, okay. És mondd meg neki, hogy a hangunk nagyon hasonlít, minden, ami neki az a Jani volt. Jó? Tehát nagyon hasonlít a hangunk. Igen. De Jani mondta. De tényleg vigyázzatok majd nagyon a pizzázásnál, jó? Mert imádja a tengergyümölcsét, főleg az osztrigát. Na, fiúk, sok a szöveg. Állítjuk, hogy Gyuri egy 1300 wattos roventa, úgyhogy egy ipari porszívó. A múltkor egy fekete lyukat képzett csak a száját. Hármas ugrás, játszunk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Még csak most írt vissza a kis kabinjába, persze. Milyenek a kérdések, Jani? Én azt mondom neked, hogy nem nehezek. De mit is mondhatnék mást? Elrettentsem a hallgatókat a játéktól. Azokat a hallgatókat, akik lájkolják a Facebook oldalunkat. Így van. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, sziasztok! Szia! Hello! Feri! Szia Balázs, szia Jani! Hello, Feri! Szia, Feri! Sziasztok. Na, meg is vagyunk. Meg vagyunk kárban, igen. Feri, merre vagy? Budapesten. Budapesten? Mit csinálsz? Éppen dolgozom. Na és? Hát most felhívtak benneteket, mert szeretnénk egy bögréti kollektívon. De hogy, az igen, hát azban nagyon megy. De hogy mit csinálsz? Veszélyes hulladékot kezelünk éppen. Hoppá! Veszélyes hulladékot kezeltek. Az mit jelent, hogy mitől veszélyes? Észreveszi a gazdája? Így van. De tényleg, mit csináltok pontosan már? Hogy értem, hogy veszélyes hulladék, de mi az? Csavart, lúgot közömbösítünk. Hú. Ilyen akkumulátor savat? Hasonlót, igen. Fényképészeti vegyszereket. Az kemény, de nagyon szimpatikus munka. Igen, tök jó. Na jól van. Nem akarsz erről többet mondani nekünk, hallom. Ugye? Így van. Milyenek a kérdések? Korrektek szerintem. Korrektek. Így szól az első kérdés. Semmi extra. Dedikált pasztartója. Ki nyerte az idei Forma 1-es szezon első futamán? Nico Rosberg. Így van. Ez megy. Mi ez megy? Nagyon szép. Mehetünk tovább? Persze. Így szól a második kérdés. Dedikált... Egér alátért. Milyen növényfajta az írsai olivér? Mindjárt egy kis türelmet, gondolkodunk. Söllő. Így van. Pontosan. Ki tudta ezt? Kolléganő. Jöhet a harmadik kérdés? Igen. Így szól a harmadik kérdés, dedikált óráért. Egyébként nem bögre a harmadik, óra. Csak óra. Óra. De ezzel jobban jártok. Ugye. De a bögre az pluszba jár, nem? Tessék? Ne. Nincs, nem is adunk. Vérszemet kaptatok mi? A Rita miatt. Egyszer adtunk, de nem. Nincsen bögre. Óra van. Jó az, vagy megálljunk? Jó, persze, hogy jó. Milyen fantasztikus akciófilm sorozat egyik főszereplője Magneto? X-Men. Így van. Figyelj.
kentétek, vágtátok, nagyon ügyesek vagytok. Egy darabot nem láttam ebből az X-Menből. Pedig jók. Igen. Oké, Feri, megvan az ajándékcsomag, bögre köszönöm nincs benne, szépen. Minden más. Jó? Jó, köszönöm szépen. Köszi, ciao. Ciao, ciao, sziasztok. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Cirka 100 ember az utolsó 3 percben. Csak a hármas ugrás volt. Köszi szépen. Igen. Többen kérdezik, hogy mi az a pasztartó. A pasztartó? Hát nem tudom máshogy hívni. Hát ez a nyakba akasztó, amire mindent föl lehet akasztani. Így van. Kulcsot, ilyen belépőkártyát, passzokat. Hogy mi ez? Kulcstartó? Hát azt nem mondom. Ugye. A pasztartó az tökéletes egyébként. Jól mondom? Persze, jó. Persze. Egy ilyen kis karabiner van a végén, és egy ilyen kis szalagocska, amin van egy Klassz FM-es logó. Bizony. Hát ez. 5 perc, a pontosan 9 óra kedv van, ez azt jelenti, hogy megjött hozzánk. Klassz, a TV-vel lefolytatjuk a hírek után. 9 óra múlt 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Szia, Bali! Hello, Feri! Feri? 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 Na? Na? Jó van. Na. Jobb, mint régen. De nem most komoly. Sokkal kiegyensúlyozottabb. Ma a Feri egy nagyon jó, nagyon színvonalat. Azt gondolom, igen. És régen ingadozott, meg hol vicces volt, hol nem, de majd nagyon, nagyon jó szintet az a Feri. Nincsenek igazán se mélypontok, se csúcspontok, de azt annyira megbízhatóan patika mérleggel kimérve végighozza, hogy hihet. Jó a tempó, jó a ritmus, jó, igen. Kinek. Igen, ha valahol látjátok a Ferit egy utánfutóval, ne bántsátok, ne állítsátok meg, jó? Így van. Jön haza Olaszországból. Nem lomizik, azok kellenek az alkatrészek. Igen, mind gömbfejek, gömbcsuklók, összekötők, gátlók, mindenféle motoralkatrészek. Feri Olaszországba járt és bevásárolt. De nem mint a balzsamecetet, meg olívaolajat, hanem alfa alkatrészeket. Így van. És holnap már lesz, el is mondja, hogy mit hozott. Na, ugye? De Veronában sem Rómeó és Júlia miatt ment el, csak Rómeó miatt. Alfa Rómeó. Jó. Igen. Na nézzük a közlekedési híreinket. M5-ös 147-es kilométer. Mérik a Pest felé haladókat, ez gyékült el nekünk. Köszönjük szépen. 147-es kilométer, tehát egészen pontosan. M5-ös, Kecskemét és Budapest között trafi és balesetmentes Big Face üzeni nekünk. Valami szürke Skodából mérnek Szigetcsépen a főúton Budapest felé. Ezt Karesz üzente. Köszönjük szépen. M35-ösön is van egy trafi. Debrecen felé a pihenőben trafiznak, úgyhogy ott is mindenki figyeljen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy Kassa TV-vel folytatjuk. Minden kedden a Hungária és az Ündői Sarkán egy titkos társaság találkozik. Ők a Fantasztikus Négyes. Vezetőjük nem más, mint a páratlan tenor, kinek hangjára lúdbőrözve ébred az ország. Sebastiano Palazzo. Velük tart az olasz konyha nagy mestere, Ragazzi Feri. És a nyughatatlan kalandor, aki bejárta az egész világot a 4-es-6-os vonalán, Vadon Indiana Jones. És akivel teljes lesz a 4-es fogat, a főnyeremény, a Jolly Joker, a férfi, aki igazán szeret, ő nem más, mint TB for President! TB! Hihetetlenül, hogy Feri még mindig úgy megvan hatódva, hogy nem találja a szavakat, nem? Tegnap nálad este elkezdett sírni. Tegnap bebőgött, és nem találja a szavak. Feri, de kérlek, nyugodjál. De olyan helyes volt egyébként, én csak a promót láttam, nem láttam a műsort. Miért sírt? Mivel sírattad meg? Csináltam egy olyat, hogy elmentem ugye titokban a forgatás előtti napon hozzájuk, és én egy ilyen kis közös dalt fölvettem ott a családdal, hogy összeültettem a családot. Édesem. És aki beragálnak, hogy ők kérnek rántott hús krumplipürével, hogy ők igazából ott imádkoznak azért, hogy most már vajas kenyér legyen csak otthon, meg rántott hús krumplipürével, nem akarnak több sushit, meg de nem jó. Tudom. De jó. Ezt nem láttam, csak láttam ugye a promót, és láttam, hogy a Feri megkönnyezte, és az igen, is helyes. Nézegette, és akkor végig nevette, és akkor gondolom a végén, hogy összeállt neki, hogy tényleg ez most, hogy mikor összeállt neki, hogy ezt titokba tartották, hogy nem szólták el magukat a gyerekek, tehát ez tényleg titokba maradt. Szerintem akkor így egy kicsikét így meghatódott. De állítólag azt mondja, hogy a párját is jó volt látni. Tehát, hogy az hazudta. Tényleg? Azt hazudta, hogy a párját is jó volt. Ez a Feri, mekkora kamus. Egy igazi kamus. De nem, az aranyos volt. Csak nem értettem az apropóját, hogy miért. Nem ennyi. Hát
bebőgött katarzist attól, hogy velem lehet, hogy ott egy ilyen féktelen szárnyalásban részt. Az egész, érted? A millió, a fények, érted? A közönség, a fények, bebőgött. Azért ott abban a műsorban ott lenni, hát most ki az, aki nem rodjam meg egy kicsit? Ez olyan, hogy nehéz, ennek vinni kell a súlyát. Tanár is azt mondta, hogy tegnap, hogy ami ott az RTL-en van, ugye? Igen, egy picit, hogy elgondolkodott rajta, hogy tehát ő már egy kicsit emlékeztetik, hogy ez melyik csatorna tanár volt. Igen, hát aki annyi felad leszámlát. De mit mondod? Hát, hogy mostanában hogy észrevette magán, hogy hűl, mert hogy nem annyira tudja, hogy éppen melyik csatornán ül éppen. És akkor még bemondta, hogy de most tudja, hogy az RTL-en van. Most akkor említettük neki, hogy nem, tanár úr ez a tévé. Ja, de humorizál. Reméljük. Pont tegnap néztem meg, amikor még ment az Activity című műsor, és igen. A Pákó, ugye ott büntetéseket kellett kitalálni. Fönt van a YouTube-on, nézzetek meg. És havas kiborul. Mert kemény? Nagyon kemény a sztori. Nyom egy 3 perces dubát, lerakja a mikropontját és elmegy. Hogy aztán most, hogy visszajött, hogy folytatták a felvételt, azt nem tudom, de persze Pákon borul ki, mert hogy Pákó együtt van a másik csapatban Kelemen Annával, és ugye a Netkával talán. És a Netkával és a nyertes csapat kitalál valamit, hogy mit kell csinálni a vesztes csapatnak, és Pákó nyilván hozott két hatalmas csoki brokit, és oda akart adni a havaséknak, hogy azt ugye ők egyék meg. Aha, igen. És itt a havasnál elszakad. Igen, havas az pont megeszi a csoki brokit. A célna, ül egy ideig, egyszer csak látszik, hogy elborul az agya, fölszól a vezérlőbe, nagyon elkezd káromkodni, nagyon helyre tesz mindenkit, leteszi a mikroportot, és kimegy, gyönyörű a jelenet. Nálam önmagában. Ezt néztük tegnap, ez fönn van az interneten. Engem is egyébként nevelget, ugye hát időnként finom, időnként kevésbé finom eszközökkel. A múltkor egy ilyen nagy körmondatban benne voltam, és mondja, hogy itt megállított, hogy mit akar kérdezni? Vagy mit akar mondani? Hát, hogy milyen csinos ez a ruha? Akkor miért nem azt mondja? Tehát, igen, hogy én vizsgáztam nála az egyetemen. Komolyan? Persze. És nagy arc volt? Jó, egyébként nagyon szerettem az óráit. Nagyon jól tartott órát, igen. Sajtó, azt hiszem talán sajtó műfaj elméletet tartott, interjú, hír, mi a riport, mi az interjú, hogy sztorikat mesélt. Nem keményen vizsgáztatott, tehát, hogy nem szórakozott. De jó arc volt. És hogy csajok bírták? Tehát, hogy sláger? Meg ő is bírta. A saját bevallása szerint őt nagyon bírja. Egyrészt igen, ő is azt mondja, nagyon bírják a csajok, de hogy igen, ő is bírta a csajokat. Azt nem tudom, de bírják? Tehát oda vannak érte? Vagy oda voltak érte? Persze. Komolyan? Hát persze. De hogy mondjuk, hogyha hozzám kell hasonlítani, úgy vagy kevésbé? Annyira nem. Érted sokkal jobban. Érted sokkal már. Jobban oda szóval van. Muszáj egy picit, hogy megint egy kis vigaszt találjak ölelő, szerető karjaitokban, hogy ti mióta érztek rajtam, tehát ez így, most a korra akarok egy picit utalni, mióta érztek rajtam, hogy hűlök. Mióta látjuk, mióta érezzük? Mióta éreztek, hogy a korral így kezdek így. Mióta is ismerünk. Te szemétláda. Jó, elmondom, mi volt, aztán egy kicsikét gyertek velem a dologban. Beültünk, most ugye ment a duett, kamerapróba, nem tudom, hogy jegyzetelgettem, szöszmötölgettem, majd egyszer csak azon kaptam magam, hogy gyakorlatilag lemaradtam róla, hogy elkezdődött az adás. Tehát, hogy konkrétan bejöttek azt, ami még kamerapróbában vagyunk, valamit hozzám szóltak. Pedig a Tilla meg a Klaudia elég látványosan jön be mindig. Tudod, kiment, kamerapróbázgatta, gondoltam, hogy megy a kamerapróba, még ott jegyzetelgettem, ott igazgattam magamat, nem tudom. Tilla már meg is szólított, hogy majd a kassza biztos megjegyzést tesz a ruhámra. Mondtam neki, jó, hagyjál már, tudod, majd adásba, tudod, most ne bufogtass már, most mit jó fejeskedsz itt meg a kamerapróbán. Tudod, még jó, hogy nem mondtam, hogy addig kiugrok a WC-re, addig ti toljátok, meg nem tudom, ezért. Majd elkezdték bemutatni a zsűrűt, és lefehérettem, hogy gyakorlatilag élőadásba aludtam be olyan szint, hogy tehát mondom, hogy csoda, hogy benn voltam egyáltalán. Tehát, hogy... De megoldottad aztán. Hát ez a fajta hideg profizmus, ez a fajta rutinból. Ez a fajta svájci precizitás. Kapcsolt, átfordítottad a sapkát, szláj lettél, érted, túl a csúcsomból, ez kész. Ez a fajta svájci precizitás, ez én vagyok. Hát igen, ez van, hogyha nem lehet megkülönböztetni ott egy kamerapróbát, egy élőadást. Mert már a kamerapróba is olyan magas hőfokon, zajlik. Kiesett ki. De neked volt is? Hát el kellett búcsúznunk. Az utóbbi 10 év. Személy. Ozinak a 80-es évek, igen. Hát el kellett búcsúznunk a Cserpes Laura Gesztesi Máté párostól. Mondanám, hogy kár, de miért hazudjak ekkor? Nem, ugye? Nem, hát vannak nálam sokkal évben. Kicsit beuntad a páros? Hát ők nem voltak annyira jók. De neked is volt azért egy-két ilyen sztorid így kamera előtt. Hát az a nagy röhögő görcs a VV-ben azért azt egy ilyen heti egyszer megnézem, jó orvosságban. Az összes melléktermék továbbra is elérhető az interneten. De minden olyan tartalom van, ami nem került adásba, az én téged nem adást érintett tartalma, ami az interneten felelhetőek. Imáról lassan 20 éve. Téged nagyon emellem. Tájékozottunk, tegnap volt egy internetjogász, itt a műsorban, a telefonon keresztül, és ő elmondta, hogy igenis meg lehet ezektől szabadulni akkor, hogyha megszerzed a jogokat. Tehát saját magamat kéne megvásárolnom? Igen.
Hát vegyen meg a Balázs... Rohadt jó befektetés. Vegyen meg a Balázs videó szerző jogait, igen. És akkor vásároljam föl saját magam. Igen, és mondtad, hogy ezek a tieid, akkor már... Na jó az ott. Szerintem is jó az ott, persze. Figyelj, az. Sötét múltam. Kamera előtt volt valami ilyen, amikor nagyon nem tudtad, tehát és még nagyon túrtad az órodat mondjuk, és már közben rég forgott, tehát hogy... Nekem, mondom, hogy tehát nekem, gyerek, sok? Hát nekem 40 linkem van fönn. Sok. Figyelj, amikor kijött az a balhé, akkor ugye az volt, hogy kinek hány linkje van, és akkor Filip 2, Lilu 3, Zsú 5, Balázs 34. Persze, megint ki, nyilván nekem van 34, tudod, ott láttam, úristen. De hát a Balázs persze, nagy, de a WB-ben is volt. Hát a Balázs bazan nagy egyébként, hogy ugye voltam WB forgatáson anno, és láttam, hogy a Balázs tehát azzal, nem azzal küzd, hogy izgul, nem azzal küzd, hogy felkészül, hanem azzal küzd, hogy ne aludjon el. És mondom, hogy te nem izgulsz, és tudod, így kisétál hozzám ilyen enervált, ilyen rezenéstelen arca, hogy jó, mindjárt forrok, 3, 2, és tehát, hogy valahogy felhozta a púzus számát, hogy lábon tudjon maradni, tehát hogy ez egy más, tehát én ott ülök, nyelem a könnyeimet, hogy mindjárt kezdünk. Balázs meg ott tényleg küzd azzal, hogy állva maradjon gyakorlatilag. Hát volt olyan konkrétan, hogy a WW-ben ment a főcím, amikor én bennálltam a sminkszobában, és azon dolgoztam, hogy elvágtam a számat, mert szakálvágoztam. És rohantak be, hogy megy a főcím, jó lenne a beesnék. Mint Dracula vérző szájjal. Nem fogok tudni bemenni, egyedül voltam, vagy valami kihívás, vagy kiválasztás, nem tudom. No, nagy a baj, mert 20 másodpercen a főcím, nekem viszont vérzik a szám, ezt meg kéne oldani. És nekiálltam ilyen kis leokoplaszot ragaszgatni. 3, 2 volt. Tehát a felvételvezetők ilyen sírnak, ha meglátnak. Tehát ők ezt már ismerik. Jani, neked? Ez jó. Te fagytál-e képen? Jó volt bármi, hanem, olyan lefagyásod, amire emlékszel, hogy nagyon kellemetlen, nagyon vert a víz? Hát volt. Tehát az első celeb. Az, hát ugye ez egy ilyen közmondás. Az már egy ilyen hívják már. Nem tudtátok, hogy a kinti operatőrök is voltak, meg nem tudom, ott ilyen, ott volt hát egy kommunikáció. Hát meg ott én 3, 2, 1, 1 milliárdat ültem is ott. Tessék! Jani hosszú idő után vezetett újra, igen, első élő műsor a televízióban. Ugye celeb vagyok, menj ki, 2008-2009, én toltam rá. Szóval az Argentina, dzsungel, 6 kamera, 1 milliárd volt, Jani, ne roncsd, de jó, 3, 2. Nagyon sokan néznek, 1 milliárd volt, hajrá, Jani, tudod, láttam, hogy... Ott kicsit megállt benned az ütő, persze, nem? Csak be kellett köszönni jó, azonnal. Jó, mondjuk rögtön persze, hogy úgy kezdtem az egész, hogy szétvigyorogtam, tehát, hogy ez így rohadt. 1 milliárd jön, ne rossz be. Tessék, adás, mondd! Ez az szép. De én ezt direkt csinálom. Tehát ezt én szeretem. Nincs ezzel gond. Szeretett terhelni, a mellett rugni a gyengébbet. Jó, mondom, nálam ennyi volt. Én konkrétan nem történt igazából nagyobb baki, annyi, hogy konkrétan nem tudtam, hogy adásban vagyunk. Tehát, hogyha ott véletlenül felálltam volna, és még ott a slicemet igazgatom, az is belefért volna, mert én konkrétan egy 3 percet tudtam meg, hogy ez már adás. Mindenkit megkérdeztem, hogy biztos adás, biztos. Vagy egy orbitás, hátba vered a Klárit, vagy csinálsz. Mondom. Fönn vagy, Klári? Annyi volt, hogy ugye ebből annyi, én visszanéztem, annyi látszik, hogy ott írogatok a papíron, és ilyen slendriánul visszaválaszolok a Tillának, hogy majd a kassa biztos beszól a ruhám, hogy jó, most tudod, hogy te semmiből nem tanulsz, de én nem akartam elsütni, mert volt rá poénom, csak nem akartam elsütni, mert mondtam majd adásban. Jó, de nem látszott megnyugtatlan. Nem. Semmi nem látszott. A hűvös profizmus, tehát úgy tűnt, hogy jegyzetelsz, írsz, készülsz a műsorra. Így van. Ugye, úgy tűnt, a jelenléted ott volt. Olyan volt, mint egy jó híradós, hogy kicsikét ott még jegyzetelj. Nem, azért olyan nem. Nem, mert az attól azért nagyon messze voltál. Igen, te személy. Jó, de nem a... Nem de jobb a... voltál, mint a Pakman. Úramisten, nekem ma be kell mennem oda, srácok, kösz. Jó. De a lényeg az, hogy nem ez az elaludt kamerapróba, vagy az elaludt első 3 perc az, ami ma böki a csőrömet. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Nem ezt akartam hozni, beszéltetek a Forma 1-ről egyébként? Egy keveset, igen. Figyeljetek már, akkor dobom azt, ami be volt, amiről bökött sörömbe. Milyen hangja lett már ezeknek a nyomorúságos, rohadmányos Forma 1-es autóknak? Tehát, hogy így kinyírni a sportágat. Egyes szintű, abszolút indokolatlan közvetés. Van még valami? Igen. Egyébként hallgattam. Gyerekek. Hát egy hatos, azt hiszem egy hatos motorok? Hát de miért nem izé van benne, van ilyen energiatakarékos napelemes, lentkerekes. Igen, egy 605-ös Fiat motor, igen. Tényleg fura hangjuk van. Én nézegettem most a Forma 1-et, konkrétan olyan, mint hogyha ilyen családanyák, bevásárló vas. Tehát én két előzést láttam talán, ami motorhibából következett,
és közben olyan egyfolytában, amikor mutatják a belső kamerás képeket, de a külsőt is, mint hogyha egyfolytában levezetőkörön lennének. Tehát a feeling olyan, mint hogyha ha ilyen egyfolytában azt látnád, hogy igen, és akkor levezetőkörön. Hangjuk tényleg fura volt egyébként. Hát fura. Máshoz van az ember szokva, de szerintem izgalmas. Izgalmas. Szerintem nem volt rossz. Én amennyit láttam belőle vasárnap reggel, az nem volt rossz. Figyelj, sokkal jobban kell taktikázniuk. Igen, tehát abból de mindenről szól. Ne fogjon el kell a gumik, ne fogjon ki az üzemanyag, tehát hogy csomó ilyen dolog. Igen, tiszta legyen a szélvédő, de ne, hagyjátok már, figyelj, szerintem annyira nyomorúságos lett, tehát én nem is értem, hogy ilyen kategóriában, és azt látod, hogy a világbajnok mindenki ilyen keresztbe áll a hajtókar, azt mindenki megy ki, hogy elromlott az autó, tehát hogy igen, kicsit nyomorúságos. Technika vezérelt, ebben van valami. Igen. Tehát, hogy most már nem tudják, már hátsó szárnyat nyitnak, első szárnyat löknek, izét nyomnak, hiperülsebességbe kapcsolnak a nagy egyenesbe, és nem tudom már, tehát az egész izet közben az autónak meg olyan hangja van, mint anyám centrifugájának. De látom, ott ültél ott vasárnap reggel, ott csapkodtad a tévét. Köpködtem a tévét. Köpködted a tévét. Milyen világ ez, ahol így kell élni majd, hogy ilyen autó, ilyen hangja van a Forma 1-es autónak. Van ilyen paródia, ilyen összehasonlító felvétel, hogy az ausztrál nagydíj egyenesében, a célegyenesben ott van a fölvétel, ugye még a 2013-as célegyenesnek, majd mellettek a 2014-es, és olyan, mintha ilyen távirányítós napelemes autók versenye lenne az egyenesben. Nem, szerintem nagyon. El, hogy nem Jani, ezek az autók gyengék, hanem az édesanyja centrifugája túl gondolt. Te hülye vagy. Jó, de mindegy, hát figyelj, ha ezt nem érzitek, érted, ha nem tudtok velem lázadni, ha nem ebben a lázadásban nem tudtok bekapcsolódni, akkor miben érted? Reklámot néztek a tévébe. Hát ezt nem hiszem el. Azoknak a hallgatóknak mondom, akik nem látják, ugye, tehát mindenkinek, a fejem fölött van egy tévé, és a Balázsék reklámot néznek a fejem fölött. De basszus, kenyére dolgoznál itt TV2, érted? Ebből én értem, hogy itt most TV2-t néztek, hát a fejem fölött. Most érted, téged hallgatunk, TV2-t nézzük, basszus, elég az embernek kellene, hogy legyél. Korrektül húztok, de miért nem mentek ki a pécsre? Jó? Podcastintű csörbökés. Hányos? Ezért kár volt ilyenkor elkelned. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogass minket. Szerintem ebből ez a max, ami kihozható. Tehát a zavaró Forma 1 autó hangok mennyire bökik a csőrünket. Én minden hétvégén erre aludtam. Méghozzá jót. Érted? Én nekem kellett az a hang, érted? Ez volt az egyetlen örömöm, érted? A hétvégénben. Tehát most én az elején köpködtem a tévét a felétől, meg vertem a barátnőmet, olyan dühös voltam, érted? Tehát, hogy ez nem játék. Jó, megadtuk. Egy kettesen megadtuk. Jó? Nem gondolod el? Nem. Nem egyes? Nem, kettes. Ez félig meddig jogos volt egyébként. Tényleg, jó, más hoztam pedig, az is rohadt szellemes volt, de akkor az meg későbbre. Későbbre, az minden, nem, tudod, nem pufogtatom el, maradjon valami. Maradjon a sóra is. Na. Most nyomtam kandi kamerát egyébként, büszke lettél volna. Igen? Rá. Hoztam parasztaxi sofőr karaktert. De hogy... Bajusz, paróka, úgy néztem, mint egy ilyen csehszlovák rajzfilm figura. És mi volt a koncepció? Utasokat vertetek át? Utasokat vertünk át, úgyhogy felvettem egy terhes nőt, akinek ott épp folyt el a kocsiban a magzatvíz, és nem tudom, és ott hoztam a parasztsofőrt, hogy ha elfolyik, akkor föltakarítja. És volt leleplezés a végén? Hát a végén levettem, hát nyilván volt leleplezés, de jó, hoztam a paraszt figurát, állítólag túl jól is egyébként, tehát jól áll nekem a paraszt taxisofőr szerepe. De nem azért húzom az időt, mert nincsen valami a tarsőmban, ami igazán magvas témának. Kicsit megijedtem, hogy nincs. De abszolút ne ijedj meg, hát fél, nyilván nem... Kicsit tényleg megijedtem, hogy nincs. De meg akarnak nyugtatni, hogy... Én nem megijedtem, én félek. De nem, miért félnétek? Hát hétről hétre hozom, tehát hogy ebben van egy stabilitás, nem? Ugye nincs. Mi? Ugye mondd már. Hát szivatnak, te hülye. Hát már rég rá lehetett volna. Jeffan! Hát szivatnak, hát azért voltam. Egyre több helyen olvasom, azt, hát meg én magam is ezt gondolom egyébként, hogy akár egy munkahelyen, akár egy párkapcsolatban, az első benyomás az ilyen döbbenetesen fontos, és utána abból nem is nagyon lehet kikerülni. Egy picit akartam veletek beszélgetni az első benyomásról. Nem így akartam fölvezetni, de nálatok például csak az, hogy vigyük rögtön a szerelem irányába. Az első csók az baromi meghatározó. Tehát, hogyha valaki annak idején, nyilván a régi időkről beszélünk, ha az első csók nem stimmel, akkor dobó vagy tanítgatod? Nem. Tanítgatod? Simán. Tanítgatod? Persze. Ne lefetyelj, kicsim, ne lefetyelj. Érted, lehet, hogy mert most érted, nem esett jól, lehet, hogy én voltam a rossz. Nem, az ember azt tudja. Szerintem az ember tudja, hogy a másik a béna, nem? Hát azt érzed rajta. Nem tudja, hát mindig a másik a béna. Több típus van, ugye a kavarós, a lusta, de azt érzed. Tehát, hogy nem is az, hogy a másik a béna, hogy nincs egység. Nem biztos, nem? Nekem volt egyszer egy eszkimó nőm, ő mindig az orromat keres. De hagytad, hogyha már ott van, akkor. Igen.
Szóval, hát szerintem az első csak után nyilván nem dobja az ember. Mi az, ami, pont azt akartam mondani, mi az, amivel ti próbálkoztok? Tehát én azért nyilván most próbáljuk a mi oldalunkról megközelíteni. Nekem volt egy nyomorúságos próbálkozásom annak idején, amikor eladtam minden nőnek, akinek udvaroltam, hogy vagy akinek próbáltam komolyabban behízelegni, hogy remekül festek. Én valójában rajzolok, festek, tehát egy érzékeny művésznélek, és annyira látom az ő gyönyörű arcát, hogy otthon emlékezetből nem egyszer megfestettem. De így próbáltam megkompenzálni, hogy rossz is mároltál? Nem. Így próbáltam nagyon nagy lendületet adni a dolognak, és figyelj, ez bejött, ezt imádták. De ezt toltad, hogy festesz? Érted, hogy és annyira látom az arcát, annyira elevenen él az arca az emlékeimben, hogy nem egyszer megfestettem otthon grafit rajzok, temperák. Ezt én hoztam. Ő, aki benyalta? Nagyon sok. Tényleg? A szomorúbb az, hogy amikor utána fölkeveredtünk Kéglire, ott elméletben, tehát volt olyan, aki mondta, hogy tudom, de mielőtt a lényegre térnénk, megmutatnád a festményt. Most nem beszélünk. Butalány. Tudod, és ki kellett kavarodni, abból nem tudod előszedni a festményt. Tehát, hogy volt ilyen, amikor ténylegesen az volt, hogy mutatni kellett volna a produktumot. Ti mit nyomtatok? Volt valami ilyen? Várjál, mert most a csóktól nagyon elkagyarodtál, és én tényleg kíváncsi lettem volna. Hogy így korábban volt-e olyan, hogy például valamelyik barátnőd azt mondta, mondjuk a nyelve nagyon magányos érzi magát a szádban, mert hogy eltéved ebben a hatalmas csarnokban. Olyan hülye vagy. Az alsóikat egy Mariannárok. Nem, volt egyszer egy agorafóbiás barátnőm, akinek pánikrohama lett a számon, igen, a tágas terekben. Nem, én szerintem legendásan jól csókolok, ezt én vállalom, de nekem mondjuk volt olyan nő az életemben, akit említenem kellett, hogy csók közben most nem az anyját védi, tehát hogy nyugodjon meg, tehát hogy ne próbálja meg. Kincsem, az nem a nyelve, amit nyalogatsz, hanem egy hatalmas cseppkő, ami lógla. Légy szíves, csarnok tetejét. Légy szíves, ne nyújj hozzá, mert megáll a növésbe. Nem érintheti emberi kéz. Ez a világörökség része, ami a számban nő, így van. Te hülye. Ti mit nyomtok? Most én bevállaltam, hogy ezt adagoltam, hogy ennyire érzékeny vagyok, hogy megfestem az arcát emlékezetből, és majd egyszer megmutatom, de félek meg. Hány csajnak mondtad el, hogy írtam neked egy dalt, és még elküldted 26-nak? Hány ilyen írtam neked egy dalt, hát a legnagyobb alibi. Hát azért mondtam, hogy abban biztos vagyok. És még 4-ek szednek meg, 6 jövőbelinek, meg 6 mindenkinek, persze. Hát nem, és a legjobb tudod az, amikor megkérdezik tőled, hogy tudod, úgy ez az enyém. Persze. Amikor hallod ezt a dalt, akkor gondolj arra, hogy ezt neked ér. Neked írtam. De Tibi, ez 2006-ban ment a Valóbiuszon. De én akkor még csak 9 éves voltam. 9 éves, már damba hallottam egy nagy rócsról a Valóbiuszon. Anyukám karján ülve hallottam. Óriás, hogy már akkor megírtad. Nem, már akkor tetszett. Igen. Na, de hogy jött, hogy az első látásra való ismerkedés? Hát nem, most hogy az első benyomás, hogy hogyan próbálja az ember meg tuningolni, csak most picit elindulunk a magánéletre, aztán nyilván kicsit átvisszük a karrierre, hogy nátok mi volt a jó duma? Nyomtatok valamit? Volt, amivel próbáltatok fölpakolni? Ilyen első benyomás? Hát Jani, azért gondolom, neked valamit kellett szírezni. Én ezek a nagyon nagy hívű beszélgetések, ez a, hogy ne kellett volna érteni? Mivel hát oda mentem, nem mondtad, hogy Kennedy vagy? Persze, oda mentem félfametes rajzlapomat, teljesülő, és ott mindent ki kellett szírezni, minden. Érted? De az, hogy nekem ezek a nagy hívű, ilyen nagyon komoly beszélgetések az élet nagy kérdéseiről, és hogy az a nagy megfejtések, meg ilyesmi, és amikor már ott aludt a vállamon, akkor gyorsan megfogtasztam azt a hazamát. Fogtad neki szivacsacsonyat, fölültél az 51-es, és hazamentél. Úgy utálom, aki ezt nyomatja, ezt az ilyen nagyon... Illetve a Palatinuszon a hullámfürdőbe egy buvász szemegül. Lemerül. Bevetetted magad alulra, igen. De ez a nagy... És azért imádkoztam, hogy csak izé, hogy mellúszol lábtempó. A nagy megfejtés, tudod mi? Hát hogy az húzzuk az időt, nem? Tehát, hogy még egy kicsit beszélgessünk, még legyen valami, menjünk bele még a témába, még nehogy történjen valami, tehát ez a kicsit, az az időhúzás. A nagy beszélgetés mindig időhúzás. A vergődést azt nyomtátok? Tehát, hogy én például, hát mondom neked, hogy amikor te nem akarod. Tehát a legnagyobb fegyver. Amikor azt mondod, hogy figyelj, nekem van idő. Igen, csak az vagy, hogy ez visszaütet. Hát, ha nem. Ne, az bírják a csajok. Figyelj, nekem van időm. Nekem van időm. Én nem akarom ezt. Én nem akarok semmit sietetni. Nem akarok, csak sőt, már itt sem vagyok.
Persze, tehát hogy a legnagyobb fegyver. Ugye hallod, burnyak vagy. De Bali, nem. Neked így nyomták? Te hova jártál randizni? Bár este mit toltál? Biztos toltál valamit? Nem titkos ügynök vagy, vagy izé tévésztár, vagy figyelj lát. Titkos ügynök. Miért aztán nyomatod? Aztán középen elválasztott függönyhajam volt, fortunás voltam. De a titkos ügynöket az hogy nyomta volna? Ezt váltod már létszés, hogy volt a kezében. Egy kamurében napszövőget. Egy népszabadság, két lyukkal a közepén. Egy szivarral. Ne zavar, nyomozok. Éppen egy komoly ügyön dolgozok. De hát én is a lélekápoló vonalon mentem. Azt nem nyomattad, hogy nem ismerjük egymást, csak mondta a csaj, hogy nem, és te mondtad, hogy na jó, de azért engem ismersz, hogy... Nem, én mindig nagyon megfejtettem, tehát mindig láttam, hogy baja van, mondtam, hogy nekem elmondhatja, megértheti, én megértem, nem egymást, hallgatok nem, rá, tehát... Hogy... Persze, mi van, nincs kábel. Ezt nyomtad? Én abszolút a nagy megértő voltam, és azt bírták. Tehát és nekem elmondhatod, tudod, nem akarok semmit, én csak barát vagyok. És az jó a legjobb. nekem elmondhatod, tudod. Mire elmondta, már megkönnyebbül. Igen, a vigasztaló volt. Az egy járható út. És ez a simogatni való ilyen törött szárnyú verépke, hogy mondjuk, előadott, figyelj, most vagyok túl egy izén, nagyon sebzett vagyok. Mindig azt mondtam, hogy mindig, ha volt valaki, akkor azt mondtam, hogy fia, hagyd ott, és nézd meg, hogy hiányzik-e. Hagyd ott, és nézd meg, hogy hiányzik-e. Ott hagytasz, hát azt valahogy akkor sikerült odaérni. Mert utána már nem hiányzott neki, mert én ott voltam. Ezt a filléres, undorító pszichológizat. Hagyd ott, nem, te jobb vagy ennél. Többet érdemelsz. Te egy értékesebb nő vagy ennél, hagyd ott. Na, ez a Pali nem érdemel, nem látja te értékeidet. Van benned mélységed. És nem miattam, és magad miatt hagytam. Mire végig van, igen. Megadod, tedd meg magadért. Egy büszke nő vagy. Kész, és itt esett össze, és beledőlt a karémba. Tehát men. Aztán már sose hiányzott neki. Te jóságos. Mindenhol máshogy nyílt a kapu azért, hát ezt tudod, hogy... Mindenki jött a csaj ránéz, és tudtad, hogy mit kell, nem? Tehát, hogy karakterek alapján döntöttél. Valahogy én ezzel születtem, igen, örülök, hogy nekem mondod, ez egy képesség, ez bennem van, hát ez van. Hát kettőt szólt, már tudtad, hogy ilyen úton közel is, olyan úton közel is, de meg lehet ez persze. Igen, lehet a sztorizni, csak nehogy aztán az legyen, hogy most itt nagyon kiteregetjük, mert most azt gondolom, hogy férfiak 100 000-re itt tanítottuk meg a titokra, nem? Tehát, hogy most egyenesben van minden. Mondjuk a törött szárnyú kis verevet azért jázd már nekem, mert azt, hogy felvetettem, tényleg csak az, hogy olyan sebzett vagyok, tudod, ez a még mindig nem vagyok túl, tudod, lelkileg, és tehát amikor na jó, van, ez egy lábolőcs trucc eddig. Egy torkot. Csajok imádják, az azt hiszem meleg vagyok, nem próbáltad soha? Micsoda? Tök komolyan mondom, a csajokban valaki... van egy küldetés, tudod, hogy na majd én megmutatom, hogy ő nem meleg, hidd el. Ez sokan kihívásként élik ezt is meg egyébként. De a hajdot is nézd meg, hogy hiányzik-e, bárki használja. Jó, tehát azt odaadom. Azt bedobom. Hajdott. Nézd meg, hiányzik. Figyelj, hihetetlen. Annyira helyes. Beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan hozod ugyanígy az első benyomást, mikre figyelsz, hogyha elmész, csak hogy egy pici minimális komolyság legyen a dologban, persze nem lesz, hogy mire figyelsz akkor, amikor elmész mondjuk egy új munkahelyre, és próbálsz akkor egy jó benyomást tenni, hogy ti jól hozzátok, ilyenkor próbáltok nagyon jó fejek lenni, nagyon csevegtek, most nyilván nem emlékeztek már, amikor utoljára föl kellett pakolni, mert olyan régóta megy a szekér, tudom. Nem tudom, mikor jöttünk ide új munkahelyre. Ide újként érkeztünk, nem? Mikor főnökkel megy az első tal, akkor nagyon figyelsz, hogy egy jó poénnal indítasz, ezért bratyizol? Nem. Nem bratyiztok? Mit nyomtok? Én Kínában például azt nyomtam, ugye nekem Kínában kellett így nagyon, az egy teljesen szűz telep volt, és ott rengeteg helyen kellett így bemutatkozni. Gyakorlatilag én ott mindenről és mindenkinek hazudtam. Tehát én akkor a magyar divat gurúja voltam, mindenkit én ismertem. Én nem Magyarországon voltam sztár, hanem egész Európában. Tehát úgy csak olyan felvételeket láttak, ahol nem volt vége a közönségnek. Tehát kerestem olyan falunapokat, ahol mögöttem a hooligans lépett föl, és csak onnan láttak fotókat. De Tibi, ez úsztok. Igen. 60 akárhány. Igen. Egyéb. Már az is én voltam. De tök fura, hogy egyébként ez nem csak ott érződött, hanem itt is az újságcikkekben. Hazudsz. Nem ezt akartam mondani, hogy ez azóta sem változott. Nem, igen, ez így volt, hogy Kínában rengeteg hazudtam az itthoni életemről, majd utána itthon a Kínában lévő életemről, így van, tehát hogy ez egy ilyen oda-vissza menő játszma volt. Mennyire befutottál, mint fotós. Én nem mondtam, hogy befutottam, azt mondtam. Majdnem éhen pusztultál. Igen, a KFC-ben a kidobott izéket, kidobott lejárt dolgokat eszegettem az étterem mögött. De ti mit hoztok? Nagyon bratizós hozzátok a...
Kevés ilyen van szerintem már az elején, mikor bementél mondjuk még az izébe a Zene TV-be. Hát akkor hogyne, persze, ültem a kis függöny hajamban, Málna Ibi Leventével, ugye elégtették az E+-os szerződést, akkor nyilván az ember nagyon meg volt illetődve. De mit, persze. De ilyenkor hűvös vagy próbálsz egy-egy poénnal indítasz, kicsit bratyizol, Hát 20 éves voltam, meglehetősen nyomorult lehettem. Nem, hát akkor még azért nem nyomtuk ezt ilyen rutinosan, szerintem. Nem? Mondjuk akkor te már ugye HBO-sztál, tehát akkor az már neked például egy olyan állásületés volt, amit te már tudtál. Hát HBO-zott meg említsük meg, hogy egy nagy fogyasztó volt a Private Boardnak, ugye? Tehát azért... De miért beszélünk erről, Murci? Ja, igen, ezt nem értem, hogy ez hogy kapcsolódik az HBO-hoz. Mert kábel, igen. Jó, hogy mik azok, mik alapján megítélnek minket ilyenkor? Tehát mik ezek az abszolút... A magabiztosság, ez nagyon fontos. Tehát, hogy nem szabad úgy bemenni, hogy érted, hogy hogy hívják, ne bocsánat, hogy én kell. De én például azért nagyon nagy pofájú embereket utálom. Tehát ha velem jön valaki tárgyalni, és na, mit vagy, na, haver. Tehát én lever a víz. Tehát amikor próbál neked valaki valamit eladni, vagy nem tudom, bármi, akkor rögtön ilyen rosszat csejtek, amikor valaki nagyon jön, hogy tudom, itt vagyok, ez vagyok. És azt mondja, hogy szia vezérem. Vezérem. Üzd, nagy uram. Atya Isten, attól kész vagyok. Szia, uram. Szia, uram, szia, vezérem, a nevedről fogalma nincs, mondjuk a tiédről nyilván van. Jó, de mik azok, amik alapján döntenek az emberek? Mondjuk ruházatot te figyeled? Hogyha mondjuk valaki hozzád mondjuk jön tárgyalni valamit, akkor mondjuk levonsz messze menő következtés. Úgyse tudják értelmezni a ruházatot, amiben bemegy. Tehát, hogy tök mindegy. Mert ő bemegy, és annyival előttük jár, hogy érted, hogy fogalmunk sincs arról, hogy mi az, ami rajta. Mennyivel járok előtt. Ja. Nézd már rá, most mi van rajta egy ilyen... Értelmezhetetlen ez is. Ebből minden moly uzsonnázott gyakorlatilag a Balázs szekrében, ami most rajta van. Egy lyukas kardigán. Konkrétan 600 lyuk van rajta. Lyukacsos. De ez mennyire durva, hogy ez a Balázson van, akkor divat. De én ebbe bemennék valahova, szarrá röhögni magát mindenki, hogy vagyok fölöltözve, nem? Hát jó, én némelyik dolgokat tudom értelmezni, ez nem tartozik közéjük. Jó, tehát, ez valami, hogy hívják, érted? Azt érezni, hogy valami nagyon komoly sortűz áldozatára húztál. Igen. Egyébként olyan annyi lukva rajta. Jó, mindegy, tehát, de akkor mik ezek még? Nézed ilyeneket, hogy óra... Mik az órát mindig megnézem egy palinak, arra sok minden kiderül. Óra, cipő, az fontos. Cipő igen. Is, nem? Hogy... Igen, de az óra, ha kabórája van, az mondta, például nagyon vicces. A Fer is mondta egyébként egy picit neked címezve a múltkor, hogy az emberről vannak bizonyos darabok, amiket bizonyos testre nem vesz fel. És akkor téged hozott fel példát. Micsoda? Micsoda? Hogy felső testre nem veszünk pólót. Így van. Nem, a Feri beszélt arról, hogy mit kell fölvenni és mit nem. A Feri is most már egyre komolyabb dolgokat észrevette? Persze, sár, sapka. Nagyon elkezdett öltözni. Zoknia, sogatja. De nem, tényleg? Nem, a Feri nagyon jól öltözik. Halálfejes gyűrűt hordott régen, meg hát, 6 száma nagyobb zakót, meg nem, meg veszkót nyilván. Meg van, most azért most nincs itt. Tök jól öltözik most nincs itt, most beszéltünk róla. Azok a szemüvegek meg vannak? Hát figyelj, azon sírva röhögtem még adás után is. Hát, ha valamit ingyen kapsz, azt hiszem, hord. Na. Vagy pénzért. De vágjunk bele, mert elment az idő. Mi a témát? Nem azért mondtam, hogy húztam az időt. De akkor dumálunk valami értelmesről? Oké, okay, de hát már 3-4 perc, na, gyere. Mi a téma? Értem. Azért most már mondjuk be a hallgatók. Értem, hogy most vissza akartok élni azzal, hogy sebezhetőnek tűnök. De lerántottuk a leplet az első benyomás fontosságáról, randi szempontból, munkahely szempontból. Beszéltünk a Forma 1-ről, és egy kicsikét bepillantottunk a televíziózás kulisszái mögé. Azt gondolom, ha valamiért, akkor ezért most jogosítottam. Hát ez annyira komplex volt, hogy már én is elveszettem a fonalat. Na, hát azért. És most klubkoncertem se lesz a héten, csak jövő héten, úgyhogy. Tibinek köszönjük szépen. 3-4-10 lesz pontosan, 4 perc múlva jövünk, mindjárt a nap legjobb pillanataival. Morning Show. Megtáld a főbérlődet, hogy éppen megette a bugyidat, nem? A tömmi befelé. Kinyis arca. A szájába. Ezért az nagyon pervers. Az nagyon pervers. Az kiköltözés indok. Hát egyértelmű, és hogyha, főleg, hogyha mondjuk egy férfi tömi egy másik férfinek az alsóját, és képzeld el a Ferinek a boxerét. Kétszer esik az eső, akkor a Feri boxerével fogják betakarni a Balatont, hogy ne menjen bele több víz. Már így is túlcsordul. De ez milyen? Hát akár a Feri mögé, és bárki még ugye írt egy férfi hallgató, aki mögé beállt a főbérlő zuhányzás közben. Akkor mit nem akarsz hallani zuhányzás közben? Megmossom a hátat, kicsi. Nem? Jézusom. Na jó van. Hívjuk a naphallgatóját. Az SMS írók közül választunk valakit ma is. Ha mondja, hogy morning show, akkor övé az ajándékcsomag. Holnap van Ferink. Visszatér. Van már, bizony. A vakációjáról. Kipihenten, frissen, üdén. A megérdemelt pihenéséről, azt tegyük hozzá, hogy sokat dolgozott, úgyhogy... Így van.
Reméljük, jól telt neki a vakáció. Hallottad, hogy a Litkei Farkas kölcsönkérte a Feri boxerjét? A következő kék szalag? Vitorlát. Halló? Aj, Balázs, Jani, hello, morning show, hello. Sziasztok. Szia. Aj, nem írtad alá, már hogy aláírta, csak nem mondtad, hogy morning show. Ha mondtad volna, akkor most lenne egy ajándékcsomagod. Szóval. Igen. Elfelejtetted, hogy SMS-t írtál, vagy nem számítottál? Nem, nem, nem számítottam a magántelefonra. Magántelefonra. Mit csinálsz éppen? Dolgozok. Dolgozol. Jó, hát akkor szinte igazából mindegy is, hogy mit írtál. Csajnáljuk. Hát akkor mindegy, én is. Köszi. Köszönöm, sziasztok. Ciao, hello, hello. Olyan ritkán, ja, hogy valaki szegény. Nem mondja. Persze. Nem? Meg hát annyira fura volt nekik, hogy most hívunk valakit, hiszen égnek a vonalak Anna és Gyuri között azóta is. Így elérhetetlenek vagyunk. Mobilomon rendezzük ezeket a dolgokat, a mobiltelefonomon. Nem foglalom a morning show vonalát, nem gondolod? Hát egyszer így menj már vele tényleg egyszer. Tényleg? Azt gondolod, hogy ez vicc? Most már kezdem elhinni, hogy nem. Nem. Már kajáljatok egyet. Jó. Persze, így lesz. De figyelj, off the bőrön, ne menj szóliba, mert szereti nagyon ezeket a szláv típusú csajok. Tudom. Bizonyám. Jól van, van még valami, amit mondanunk kell? Nincsen semmi. Nincsen. Feri nincsen. Holnap lesz, Csabi nincs, Garami nincsen. Jön helyette. Szabin van, így van. És a Garamitól ugyanott lehet tele számot kérni, ugye? Ugyanúgy. Bizony, ő pedig már ugye azon töri a fejét, hogy örökbe fogadni ilyen kis dedet, hogy legyenek is annyi szabadsága, mint Csabina. 555-55-00, ez a telefonszám, Garami Gábor jön a kívánságműsorra, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok!